Viktor, azzal kezdeném, hogy itt a Tolcsvai pálya előtt, mögötted a Tolcsvai pálya látszik egy 2017-es felvételen Mirko István fényképén, hogy milyen szálak kötnek a zempléni vidékhez, Sátoraljóújhely környékéhez, Tolcsvához, hiszen én is meglepve tudtam meg, hallottam tőled most a beszélgetésre készülve, hogy családi vonatkozása is van ennek a Sátoraljóújhelyi látogatásnak. Igen, csak köszöntök én is mindenkit, jó estét kívánok! Sose jártam még új helyen, tehát igazából ez első alkalom, és azt tudni kell, hogy édesapámnak elég erős szálakkal kötődik Tolcsvához, hiszen a nagymamám itt élt szinte egész életében, és édesapám is itt gyerekeskedett fiatal korában, úgyhogy vannak borsodi szálak az életemben. És például most, mikor ide felé jöttünk, megálltunk Tolcsván, és körbenéztünk, hiszen azért 40 éve nem jártam Tolcsván, úgyhogy most ez ideje volt bepótolni. És mit tapasztaltál? Hát meglepő volt az, hogy vannak szép részei ugye Tolcsvának. Azt is meglepő, észleltem, hogy megismertek, és egyből megnéztük a látogatóközpontot a kastélyban, úgyhogy jó volt így kicsit úgy mással is foglalkozni, és nem csak a meccseket nézni és elemezni a játékvezetést. Ha a könyvet nem is tudom most felmutatni képzeletben, mégiscsak megteszem, tehát ugye ez a Kassai című könyv, ahogy mondtam, ennek az estnek tulajdonképpen apropója is, és adódik a kérdés, hogy miért jutottál arra az elhatározásra, hogy könyvet írsz az eddigi életedről, pályafutásodról? Hát azt gondoltam, hogy 30 évet eltöltöttem játékvezetőként, lezárult egy nagy korszak, hiszen az aktív éveknek így most vége lett, hiszen azért nálunk azért a nyugdíjba vonulás az hamarabb eljön, mint mondjuk egy átlagembernél, aki mondjuk 60-65 éves korára jut el arra, hogy lassan be kell fejezni az aktív éveket. Nekünk ez most 45 körülre tehető. Én 44 évesen hagytam abba két évvel ezelőtt, és gondoltam, hogy ezt a részt ezt úgy lezárom, rengeteg élményért, és úgy gondoltam, hogy valószínűleg sokan vannak, akik ezt elolvasnák, hogy mi történt, és rengeteg olyan fiatal játékvezetőnek szeretnék ezzel esetleg egy kis muníciót adni, hogy én hogy csináltam, mik történtek velem, és hát ha ez nekik egy ilyen motivációt jelent, hogy elolvassák, hogy velem mi történt. Közben itt a kivetítőn egy korai fényképet lehet látni, a fényképanyagért külön köszönet Viktornak, aki elküldte ezt nekem. Ezek a képek egyébként, ha jól tudom, a könyvben is szerepelnek mind, úgyhogy aki a könyvet megvásárolja, alaposabban is nézegetheti ezeket. És most odalapozok az első játékvezetői igazolvány fényképéhez, és ehhez kapcsolódóan felolvasnék egy rövid részletet a könyvnek az általam ismert fejezetéből. Tartozom egy vallomással. A BL döntő, az olimpiai döntő, a VB elődöntő, az EB nyitó mérkőzésének levezetése után elhiszem, furcsa lehet, amit mondok, sosem jártam játékvezetői tanfolyamra. Ez tényleg furcsa. Hogy is volt ez a játékvezetői vizsga? Hát azért menjünk vissza az időbe, ugye 1990-ben jártunk, azért nem volt azért ennyire szervezett a magyar futball, és főleg a alacsonyabb szintek, és hát lasszóval fogták akkoriban is, és azt kell mondani, akkoriban is a játékvezetőket, hiszen nem volt olyan szervezett a képzés, hogy most éppen ki mehet el játékvezetőnek, és édesapám játékvezető volt, és az akkori megye 3, ugye a körzeti szinten igazából nem volt tanfolyam, hanem csak szimplán kvázi, aki beesett, hogy szeretne játékvezető lenni, kis túlzással rövid időn belül szerelést öltetett. És így volt velem is, hogy édesapám kitalálta, hogy menjek vele, kísérjem el a meccsekre, mint partjelző, és az akkori megyei szövetségben igazából adtak egy tesztlapot, és azt mondták, hogy ha ez jól sikerül, akkor már játékvezető is leszek. Tehát ez ilyen gyors talpalószerű volt, nem kellett végig járni hosszú hetekig egy tanfolyamot. Tehát így most kicsit furcsa visszagondolni, hogy ez így is működhet, viszont ami a legfontosabb, hogy,
nem a tanfolyam a legfontosabb, nem az a kérdés, hogy valaki hogy kezdi. Hiszen ez csak egy pillanatfelvétel, hogy éppen most a vizsga időszakában valaki éppen milyen szintet képvisel. Ez olyan, mint a jogosítvány megszerzése, azt gondolom, hiszen lehet, hogy valakiben van annyi tehetség, hogy mondjuk tanfolyam nélkül is át tud menni mondjuk a vizsgán, és utána úgyis azt számít, hogy ki hány órát tölt az autóban. Ugyanez van a játékvezetésben is, hogy nagyon sokat kell mérkőzésekre járni, és az élet adja meg azt a tapasztalatot, azt a tudást, amit utána az ember tud használni akár élete végéig is. Nagyon tanulságos volt olvasni ennek a fejezetnek az első passzusait, amelyből kirajzolódott számomra, hogy mennyire különleges kapcsolatban álltál ekkor így a tulajdonképpen játékvezetőként is, kezdő játékvezetőként édesapáddal, és hogy az ő példája, az ő segítsége, az ő útmutatásai mennyire fontos eszközei voltak a kibontakozásodnak. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra és édesapádnak a szerepére? Hát ő azért egy viszonylag nagy nevű bíró. És bocsánat, közben itt a képen gondolom, hogy a tatabányai lakótelepi lakásban látjuk Kassai Viktort édesapjával. Igen, ugye ő szerintem a játékvezetői szerelésével van beöltözve, ami azért messze nem volt olyan színes és jó minőségű, mint ami mostanában van. Tehát azért akkor emlékszem, hogy ilyen boltban kapható ingeket, fekete ingeket vettek, és az volt az érdekes abban, hogyha elárultunk ennyit a régi időkről, hogy akkoriban csak ilyen tiszta fekete inget lehetett kapni, de hát a bírói szerelésnek ugye fekete ing, fehér gallér volt. És ugye akkor még emlékszem, neki is volt olyan inge, hogy fekete ing, és rá kellett patentolni a fehér gallért, hogy azért mégiscsak játékvezetői szerelésnek nézzen az ki. Tehát a mai ésszel szerintem teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyen módszerekkel van megalkotva a játékvezetői szerelés. Most már tényleg bemegy a fiatal kolléga és megveszi a szerelést a boltban, akár a legjobb minőségűt is. Tehát akkor még, amikor ennyire fiatal voltam, én nem gondoltam, hogy ez egy életre meghatározó tevékenység lesz az életemben. A focit azt mindig is szerettem. Tehát az evidens volt, hogy édesapám nyomdokain a sportújságot olvastam azért, vagy nézegettem minden nap, a képes sportot néztem minden héten, tehát azért aki emlékszik még ezekre az újságokra, tehát aki szerette a focit, az sportot olvasott, képes sportot, labdarúgást, úgyhogy ezek úgy beleívódtak az én vérembe. Igen, felkaptam a fejemet, amikor olvastam a könyvszöveget, hogy a Móricz Zsigmond körtéren a újságárusnál vetted meg a Nemzeti Sportot. Én is egyébként ott nőttem fel a környéken, úgyhogy valószínűleg ugyanannál újságárusnál vásároltuk, és aztán ugye a 61-es villamoson kiolvastad, mire a középiskolába értél a Márvány utcába, ahol már külkereskedelmi tanulmányokat folytattál középiskolásként, és talán ez is fontos, és talán ezt is érdemes édesapád és a szüleid példájához vagy a szándékához kötni, hogy a tanulmányaid, a nyelveknek a tanulása, ugye itt a francia és a német volt, ha jól tudom, az első kettő, hogy mennyire fontos szerepet játszott a neveltetésedben, és hogy ezt a szüleid fontosnak tartották, és ez abban a környezetben nem biztos, hogy magától értetődő volt. Abszolút, tehát azért fontos volt, hogy a szüleimnek, hogy azt, hogy tanuljak, tehát azért figyeltek rám, és próbáltak jó irányba terelgetni. Sose tiltottak el semmitől, hogyha a tanulás és a bizonyítvány jó volt. Szerencsére azért úgy volt annyi eszem, hogy azért jó eredményekkel zártam azért az iskolában. És így akkor nyugodtan a délutánjaim szabadok voltak, és akkor rengeteget fociztunk, hát teljesen normális volt, hogy mindig fociztunk, ha csak lehetett. De más sportágat is kipróbáltunk, de teljesen ilyen passzióból. És szerintem nagyon sokat profitáltam abból, hogy így a sport szeretete az ilyen magától értetődő volt. Tehát igazából nem kényszerítettek rá, és szerintem az a legjobb dolog az életben, hogyha az ember valamit úgy csinál, hogy szereti, és saját maga motiválja magát. És nem az, hogy valaki rábeszélik, rátukmálják, és csinálnia kell. Tehát így csöppentem a sportba, a labdarúgásba, hogy örömet lehettem benne, és az a mai napig ez így van.
És még egy érdekességet lehet olvasni a könyvben is, de a Somogyi Zsolt, aki a könyvnek tulajdonképpen társszerzője volt, vagy aki nemzeti sportos újságíróként segített a könyvet kidolgozni, nekem külön is elmesélte, hogy mennyire lelkes és elkötelezett autogramgyűjtő voltál ebben az időszakban, és hogy általában ez az autogramgyűjtemény még mindig megvan, erről mondanál egy pár szót, ezt talán kevesen ismerik, ezt a szenvedélyedet. Igen, mert ezt igazából nem sokszor nyilatkoztam ugye aktív pályafutásom során, de hát amikor fiatal az ember, persze, hogy szeretne híres futballista lenni, de az is nagyon motiváló, hogyha híres emberekkel találkozik valaki. Ugye manapság ugye most már a szelfizés dívik, ugye, hogyha találkozik valaki egy híresebb emberrel. Régebben ez mondjuk az autogramba merült ki, és emlékszem, édesanyám hozott sokszor autogramokat zenészektől, színészektől, akik éppen megfordultak egy ilyen autogram órán, mondjuk a Skála áruházban Tatabányán. És valahogy szerintem ebből jöhetett az, hogy akkor úgy volt már egy pár autogramom, és mivel a fociban mozogtam, kijártam a tatabányai meccsekre, valahogy elkezdtem gyűjteni az autogramokat. És tudsz mondani esetleg egy-két nevet, akik ugye autogramként megvannak neked? Most a 80-as évek, 90-es évek játékosai közül, tehát szinte mindenki megfordult a kezeim között, vagy fordítva, tehát hogy a Garaba, Eszterházi, Kiprich, Détári, tehát ők, Andrus, tehát ezek mind találkoztam velük Tatabányán ugye a stadionnál. Azt tudni kell, hogy régebben azért sokkal könnyebb volt találkozni szerintem a játékosokkal, mint most. Most már sokkal komolyabb stadionok vannak, a biztonságra sokkal jobban figyelnek. Akkor igazából szinte bárki találkozhatott a játékosokkal egy mérkőzés után, még az NB1-ben is, csak színpán ott kellett állnia az öltöző kijáratnál, és igazából be oda tudtál kerülni pár, hát nem is pár méterre, hát közvetlen közelben a játékosokhoz. Igen. De ezen kívül, csak hogy a kérdésedre válaszoljak, utána ezt magasabb szintre műveltük, amikor már Budapesten jártam a középiskolába, hiszen akkor jöttek ugye külföldi csapatok, tehát az Ajax, a Werder Bremen, vagy a Sampdoria, és különböző válogatottak is. Tehát akkor meg ez volt a passziónk igazából az osztálytársakkal, minél több nagyobb csapattal találkozunk, és minél több neves játékossal fussunk össze. Azt is megsúgta nekem Somasz, talán a könyvben nem derül ki, hogy a nemzeti sportban az első fénykép, ami megjelent rólad, az egy gyerekkori kép, amikor a repülőtéren az érkező utána vízilabdázókhoz mész oda, és kérsz autogramot, és igazából úgy véletlenszerűen kerültél a képre. Igen, igen. Tehát akkor minden evők voltunk, tehát hogyha mondjuk a vízilabda válogatottak lehetett találkozni, akkor tőlük kértünk autogramot. Tehát igazából, amit mondtam is, hogy a sport szeretete, a labdarúgás szeretete az mindig is meghatározó volt számomra. Mostanában például a tévében sem nézek szinte semmit, csak sportot. Tehát kicsit ilyen beszűkült az én életem, de jól érzem magamat benne, és tényleg minden evő vagyok, akár foci, akár más sport is legyen. És kanyarodjunk vissza a játékvezetői pályafutásodnak az elejére, de előtte ezt még megkérdezem, mert ez nem hagy nyugodni, hogy az a betört üveg, annak van némi köze a kezedben lévő labdához, nem? Nem, az jól sejtem. Ha jól tudod, hogy papucsnak volt a nyoma, mert itt a jó volt a lakásunk, mely körbe lehetett járni, 55 négyzetméter volt az egész, de így körbe lehetett járni, és azért egyszer-kétszer a bátyámmal vagy faterommal is sokszor kergetőztünk, hogy vagy valaki kergetett valakit, ugye ez mindig változtak a szerepek, és egyszer egy papucs repült oda, és szerintem annak volt a nyoma. De az is látható azért ott a háttérben, hogy azért a zászlók azért meghatározóak voltak. Akkoriban nagy divat volt még megyei szinten is zászlókat készíteni, ilyen kis zászlókat, és a bírók mindig kaptak ilyet. És hogy édesapám ugye NB3-as játékvezető volt, meg megyei szinten működött, és ő is már rengeteg zászlót tudott hazahozni, és hogy ezt mind ugye, hát nekem adta, igazából én gyűjtögettem, rakosgattam ki a szobámba. Tehát igazából volt egyfajta, ott is egy gyűjtő szemlélet, meg volt már, hogy szerettem volna minél szebb zászlókat magamévá tudni. Valószínűleg nagy botrány lett volna a Manchester Unitednél, hogyha a 2011-es BL döntő előtt kikerül ez a kép. Igen, erre még nem gondoltam. Már gyerekkorában is a Barcelonához húzott. Az a sztori annak a zászlónak, hogy apukám azt hiszem 80-ban
elment ilyen hát ibusz útra, vagy nem tudom milyen társas útra Barcelonába. És ilyen csoportos út volt, és akkor ment a csoport mondjuk valahova, valami szép helyet megnézni, és Fatarom mondta, hogy akkor jó, én elléptem, és elment megkeresni Cibor Zoltánt. És hát semmi kapcsolata nem volt vele, hanem csak úgy gondolom valahogy kérdezősködött innen-onnan, vagy lehet, hogy volt valami tippje, hogy hol keresse, milyen helyeken, és végül találkozott vele. És emlékszem, hogy vannak képeink, hogy a Ciborral ott vannak Barcelonában. Tehát szerintem onnan van ez, nem tudom, de abból az útból volt ez. Tehát ez is jellemző Fatalomra is, hogy ő is ilyen volt, hogy nem azért érdekelte Barcelona, mert milyen szép város, hanem azért ott lakik Cibor, akivel neki találkoznia kellett. És akkor most már tényleg lépjünk oda ahhoz a képhez, ami a kezdeteket illusztrálja. Nem tudom, hogy ez éppen az első mérkőzésen készült el, valószínűleg nem, de... Hát az elsők egyikén azért látszik. Az elsők egyikén. Mi a helyszín egyébként? Ez, emlékszel? Igen, ez Dad. Uh-huh. Ez a Dadi pálya. Úgyhogy hát ez Komárom megyében Tatabányát adjon 20 kilométerre van. Nagyon nem... Azért érdekes ez a felvétel, mert anyukám csinálta, és sose szerettem, hogyha ő kim van a meccseken. Nem azért, mert szitták, ugye mindig ez volt ugye a Fatarovnak egyik poénja, hogy amikor anyám kérdezte, hogy és szittak, mármint hogy engem, és akkor a Fatarov mindig azt mondta, hogy nem engem szittak, hanem őt, mert igazából általában az anyját könnyebben szidják a játékvezetőnek. És itt ugye közel volt, és ez egy szerdai kupa meccs volt, ezért valahogy eljött anyukám, hétvégén sose jött el, de ide eljött, és hát hogy akkor már voltak fényképezőgépek, és akkor kattingatott. De én nagyon-nagyon nem szerettem, hogyha fotóztak akkoriban, és látszik is, hogy én nem is akartam belenézni ugye a felvételben annyira ugye kamaszként, ugye hagyjanak már ezzel békén, hogy most fotóz, mit kell engem itt fotózni. Ma már belátom, hogy nagyon jó volt, hogy ott volt, hiszen hogyha ez a pár kép nincs meg, akkor szinte teljesen bizonyíték nélkül lenne ez a kezdeti pár éven. És anyukád lett édesapád áll. Igen, középi édesapám volt, igen. És ugye azért érdekes ez, mert anyukám összesen 3 meccsen volt életemben kint a stadionban. Ez az első, a második volt egy NB1-es meccs Győrbe, és a harmadik meg a BL döntő volt. Tehát ő szép nagyokat ugrott azért. Igen, valóban. De ugye az első meccs az egy Szárliget Óbarok mérkőzés 1990-ből, 15 évesen asszisztensként működtél közre, és ha jól értelmezem a könyv szövegét, akkor tulajdonképpen csak azért lengettél aznap, mert egy bizonyos Bangó nevű játékvezető nem érkezett meg. Hogy volt ez a történet? Tulajdonképpen Bangónak köszönhetjük a játékvezetői pályafutásodnak az elindulását. Hát igen, az első lépést mindenképpen. Hát ugye vizsgát tenni könnyű. Tehát azért talán sokan vagyunk, akik úgy valamit úgy gondolnak, hogy ez jónak tűnik, de mikor az első lépést meg kéne tenni, mikor el kéne kezdeni, mikor síba kéne fújni, mikor ténylegesen tenni kéne valamit, akkor az ember elbizonytalanodik, hogy biztos, hogy kell ez nekem, hogy most akarom én ezt, ez nehéz lesz, és nem biztos, hogy ez kell ez nekem. És ugye, mivel 15 évesen voltam még akkor, hát én is bizonytalan voltam, hogy most azért biztos, hogy ezt annyira akarom, hogy elkezdjem. És én nem erőltettem volna ennyire, hogy már legyen is meccsem rögtön a nem létező vizsgám után, de jött a mérkőzés, és Fatarom mondta, hogy hát jöjjek, mert hétvégén ez a kolléga nem fog eljönni, úgyhogy nyugodtan jöjjek, mert lesz egy szabad hely, és akkor beugorhatok. Tehát ugye ez mondjuk az NBA-ben nehezen elképzelhető, hogy valaki elmegy egy meccsre, és hogy majd nem jön el, és beugrok, de hát azt tudjuk azért, hogy a megyei szinten azért ez még a mai napig is ez fönnálló probléma, hogy nincs meg a létszám, és akár, hogyha az ember ott van egy pályán, akkor beugorhat a mérkőzésre. És így volt itt is, hogy elmentem Fatarommal és a bátyámmal a mérkőzésre, de én nem voltam hivatalosan oda delegálva, de mivel nem jött el a Bangó kolléga, így akkor nekem kellett ott zászlót ragadnom. És ugye itt látjuk az ezen a képen is, hogy hát itt a biztonsági feltételek azért nem adottak azért annyira, hát most nézzük már tényleg, hogy van egy
egy karó leszúrva, és rajta valami, nem damil, de valami fém húzal van, tehát ez teljesen csak egy szimbolikus, hiszen itt most tényleg az nem megy be, aki nem akar egy ilyen pályára. Igen, hát valóban, és hát ez a környezet azért ismerős lehet annak, aki mondjuk itt ezen a hátsó füves kiállításon elmélyedt a fotókba. Amikor először felhívtalak és beszélgettünk arról, hogy részt venni le ezen a futballesten, akkor rögtön az volt az első reakciót, hogy jól emlékszem, hogy hát mindenki hátsó füvesről indult játékvezetőként, ugye te is, hát ez a kép bizonyítja. És a könyvből most ehhez kapcsolódóan megint egy rövid részletet felolvasnék, hogyha megengeded, és megengedik. Hát, hogy melyiket? Hát az egészet vállaltad szerintem, miután már holnap a könyvesboltba lehet kapni, úgyhogy most már nem kockáztatsz sokat, de azt a részt szeretném felolvasni, ami tulajdonképpen ehhez hogy ezt a hátsófüves környezetet, ezt a megyei bajnokságokban tapasztalható meccseknek a hangulatát, világát idézi meg játékvezetői szemszögből. Ma a közösségi médiában Mennyei megyei a neve, a semmihez sem hasonlítható hangulat miatt. Nos, egy 15 éves Vézna partjelzőnek ez maga a legforróbb mélyvíz, amelybe dobhatják. Fél méterre a korlátra támaszkodó szurkolóktól szaladgálj nekik háttal. Ha valaki megtámadná a játékvezetőt, aki a kezdőkörben, esetleg a pálya közepén tartózkodik, ahhoz kell idő, fel tudsz készülni egy esetleges atrocitásra. De úgy, hogy háttal vagy a közvetlenül mögötted lévőknek, esélyed sincs. Leköpnek, leöntenek sörrel, nyakon vágnak, de egy esernyő nyelével is biztosan elérnek. És hogy valamit találnak, amiért belét kötnek, abban egészen biztos lehetsz. Fiatal vagy, öreg vagy, vékony vagy, kövér vagy, intettél, nem intettél, van rajtad csapka, nincs rajtad csapka, ahogy a klasszikus vicc mondja, vagyis tudti, hogy megtalálnak valamivel. Neked volt ilyen személyes élményed, vagy hát nem tudom, hogy ezt élménynek lehet-e mondani? Hát persze, tehát ez nem lehet kikerülni, hogy ne legyen ilyen megyei szinte. És ugye mivel az első pár évben inkább partjelző voltam, tehát ez egy teljesen személyes dolog, hogy az ember tényleg úgy áll, hogy mögötte azt se tudja, kik állnak, nem tudod, mire számíthatsz, tényleg bármikor bármi előfordulhat, jót nem lehet csinálni, tehát ha int az ember, akkor az a baj, ha nem int az. Emlékszem, hogy az is sokszor baj volt, hogyha ráléptem a vonalra, vagy beléptem a pályára, akkor az volt a probléma, hogy miért lépek a pályára. Tehát mindennel megtalálnak egy partjelzőt. És még arra is emlékszem, egyszer Naszájon, hogy pár ilyen, hát ilyen erős vagy erősnek gondolta magát fiatal srác állt mögém, és úgy próbáltak presszionálni, hogy ha még egyet behúzok, akkor nem megyek el innen, meg megvárnak, tehát azért próbálták így nyomás alatt tartani a partjelzőt. Tehát ez egy nagyon jó iskola volt ahhoz, hogy ezt el kell tudni viselni, ezt a fajta pszichés nyomást. És aki ezt nem bírja elviselni, az kikopik. Tehát sajnos nem mindegyikünk alkalmas arra, hogy elviselje a kritikát, főleg, hogyha jogtalan is, mert sokszor ugye, mint mondtam, teljesen mindegy, hogy miért, de megkapjuk a negatív megjegyzéseket. És valakiben olyan ez az igazságérzet, hogy egyszerűen nem tudja azt elviselni, hiszen mi nem szólhatunk vissza. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ránk mindent mondhatnak, mi meg ugye semmit nem reagálhatunk. Tehát ehhez kell egyfajta lelki erő, hogy mondjuk megálljuk azt, hogy mondjuk nem szólhatunk vissza, hiszen az nem összeegyeztető a játékvezetői léttel, vagy a játékvezetői arcpolitikával. Itt egy újabb kép édesapáddal. Ennek a képnek a körülményeiről, keletkezési helyszínéről, időpontjáról mondanál esetleg pár szót? Itt már azért egy-két év játékvezetés mögöttem át, látszik, hogy azért már kicsit korosodtam. Ez egy teremtorna volt Tatabányán, ugye sokszor jártunk így
Paternak nagyon jó kapcsolatai voltak a városban, mindig ami volt ilyen kispályás torna, arra azért szívesen hívták akkoriban, és akkor általában ketten kellett menni, hiszen azért azt váltásba csinálta az ember, nem lehetett egy teremtornát azért egyedül végigvezetni, és akkor kézenfekvő volt, hogy akkor mentem vele. Tehát ahogy elkezdtük a nagypályán, úgy a kispályán is azért úgy sokszor fújtuk együtt a síkot. A következő kép pedig azért is különleges, mert három kassai szerepel rajta középen. Így van. Ugye, amiről a bátyám vezette ezt a meccset, Tatár. Zsolt. Igen, és hát nem sokszor működtünk együtt, szerintem olyan hat mérkőzés lehetett, hogyha most jól emlékszem, ami 4-3-asban voltunk. Mert azért figyeltek arra is, hogy keveredjünk, tehát azért az se jó, hogyha mondjuk csak együtt jár egy játékvezetői hármas. Jó az, hogyha mindig új ingerek érik az embert. És ami érdekes, amiről beszéltem az előbb is, hogy a fateromnak az ingén lehet látni, hogy szerintem ez is egy ilyen hibriding volt, hogy a fekete gallért fehérre cserélték. Az látszik, hogy azért ez nem az a sportfelszerelés, hanem inkább egy ilyen ing jellegű, hát azért mai világban azért nem nagyon láttunk ilyen gombos játékvezetői mezeket, és ez mondjuk a 90-es éveknek az eleje volt, tehát azért még ez nem az 50-es, 60-as évek. Uh-huh. Azért ez a kép, ez tényleg ugye, és mondjam, egy ilyen nagyon szemléletes példája annak, hogy mit jelent a családi minta, vagy a szülői minta, tehát az, hogy a játékvezető édesapa mellett mind a két fiú testvér játékvezetőként indul el, ez azért sokat jelent. Ez ugye a családi környezetből adódott, hogy mindketten játékvezetői mezt töltöttetek? Hát mindenképp kell egy ilyen indítatás, aztán, hogy abból mi lesz, azért nem lehet garantálni, tehát azért nem olyan egyértelmű, hogy minden játékvezetőnek a gyermeke az játékvezető lesz, de azért elég erős kötődés. Milyen volt játékvezetőként édesapád? Nagyon jó játékvezető volt, tehát minden tulajdonsága rendelkezett, ami egy jó játékvezetőnek rendelkeznie kell. Tehát fizikálisan nagyon jó volt, meg futballozott korábban, határozott volt, nem hagyta magát, az nagyon fontos, hogy egy játékvezető nem lehet megalkuvó, nem lehet olyan, aki nem mer kiállni, nem meri fölvállalni a konfliktust. Ebben nagyon jó volt, sőt esetleg túl jó is volt, hogy a konfliktusokba beleálljon, és azért viszont néha kell diplomáciai érzék is, hogy melyik az a konfliktus, amely fölvállalható, és melyik az, ami esetleg már túlzás. És bátyád, Zsolt? Ő azért kevésbé volt konfliktuskereső, mint édesapám. Igazából ő egy kicsit más beállítottságú volt, hiszen ő nem volt annyira sportfanatikus, mint én. Tehát őnek ez egy hobbi volt a munka mellett, egy nagyon jó állása volt akkoriban, és igazából neki ez egy kellemes kikapcsolódás volt. De nem tette föl rá az életét, és nem az volt neki az élet célja, hogy ő mindenképpen játékvezető legyen. Ugye ő azért 9 évvel idősebb volt nálam, úgyhogy ő azért később kapcsolódott be ebbe az egészbe. Tehát neki a lehetőség azért behatároltabbak voltak. Nekem volt ez szerintem a legkézenfekvőbb, hiszen minden a sport volt, minden a foci volt, és megtaláltam azt a szegmensét a futballnak, ahol ki tudtam teljesedni. Korban nagyon jól kaptam azt, amikor kezdem el, hiszen megyei meccset, megye egyes meccset már 18-19 évesen vezettem, tehát én azt gondolom, ez egy optimális mai napig is, tehát most is azt tartjuk a mostani játékvezetésben, hogy aki 15-16 évesen elkezdi, őket lehet fölépíteni olyan szintre, hogy mondjuk 20 évesen már megye egyben folyamatosan tudjon vezetni, ami esetleg egy nagyobb karriert is elő tud segíteni. Jó, tehát, hogy bátyád 9 éve volt idősebb nálad, elvesztetted, ugye jól? Igen, 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 tehát őt sajnos már 15 éve nincs köztünk, úgyhogy... És azt hogy élted meg? Hát igazából nem könnyű azért ilyen fiatalon, 40 éves volt, úgyhogy nem könnyű fiatalon elveszteni egy testvért, egyetlen testvérem volt ugye. Úgyhogy így még inkább szorosabbá vált a kapcsolatunk a szülőkkel, hiszen a szülőknek már csak én voltam. Úgyhogy
ezt kellett valahogy megemésztenünk, de hát az élet olyan, hogy sajnos az megy tovább, és de soha nem felejtjük el, hogy így indultunk hárman. Igen, hát ez egy nagyon szép emlék. És ha jól bogaráztam ki itt a kis portrékon, talán ezen a meccsen is hárman szerepeltek játékvezetőként, ugye? Igen, mert amikor a képeket válogattam össze a könyvhez, akkor fontos volt az, hogy olyan képeket találjak, ami kicsit visszaadja ezt a megyei részt is. Aha, igen. Plusz ugye itt hárman voltunk rajta, nagyon nem látszódunk. Vértes Somló, hogyha jól emlékszem. Igen, ez egy, ugye azt hiszem, egy osztrák csapattal játszottak egy ilyen hírverő meccset. Ez azért volt érdekes, mert ez egy szombati nap volt, és akkor játszották az angol FA kupának a döntőjét, és lemaradtam az FA kupa döntőről. Mert Faterom beszervezte ezt a meccset, és igazából annyira nem voltam boldog, hogy most nem tudom nézni a tévében a meccset. Gyakoriban még nem volt ennyire sok meccs, éppen tegnap beszélgettünk arról a Katalinna felségemmel, hogy most már sokkal könnyebb dolga van a mostani fiataloknak, meg hát az idősebbeknek is, hogy bármilyen meccset meg lehet nézni bármikor. Akkoriban egy FA kupa döntő, vagy egy német kupa döntő, vagy egy BL mérkőzés, Az egy ilyen nagy jelentőségű esemény volt, hát mert igen, nem volt ez, sok belőle. Igen, de ez fel is értékelte így azt van, a... Így van. Tehát azért emlékszem rá, hogy akkor egy FA kupa döntőt nem tudtam megnézni, hogy a Wembley-be, tehát akkor én nem gondoltam, hogy egyszer majd ott vezetni is fogok. Hát igen, ez egy hosszú út volt, amit azért meglehetősen rövid idő alatt jártál végig. Az egyik első fontos állomása volt, amikor az NB1-ben bemutatkoztál, ez nem NB1-es meccs, talán azt hiszem ez egy Fradi dorog. Vagy ez egy edző meccs volt, igen, csak itt volt fotós, hiszen azért az a baj, hogy amikor az ember elkezd a játékvezetést, ugye megyei szinten, hát nincs fotós, tehát ott nincs az, hogy most csinálnak fotókat, és akkor a bírókat is lefotózzák. Főbb, hogyha édesanyja kimegy fényképezni. Maximum akkor igen. Bár azért ezt nem mondanám, hogy nincs fotó, hiszen most már azért megyei szinten is vannak azért néha fotóképek, de azért nem jellemző. Akkor főleg nem volt jellemző, hogy fotókat csináljanak, és ez volt az első alkalom talán, amikor úgy külön engem is fotóztak, és megszereztük a képeket, és ezért maradt meg egy ilyen viszonylag több kép erről a meccsről. Ez egy dolog, Fradi, ez 2000-es meccs volt, ekkor már NB1-es voltam. Igen, mert ugye 99-ben egy ZTE-BVSC meccsen mutatkoztál be az NB1-be. De hát azért látszik azért, hogy azért nem ugyanúgy néztek ki az akkori játékvezetők, főleg a felszerelés, tehát azért, azért nem volt ennyire komoly, kicsit olyan. Ez meg mondom a hivatalos MLS játékvezetői portré. És akkor lépjünk egy nagyot előre az időben. Ez feltételezem, hogy a 2008-as olimpiai döntőn készült a kép. Én azt hiszem, hogy egyik szereplőt sem kell külön bemutatni. És amikor ezt a képet megláttam, akkor eszembe jutott az, amit a könyvnek az első, ugye ennek a fejezetnek az első részében olvastam arról, hogy milyen félelmekkel, bizonytalanságokkal küzdöttél, amikor először lengetned kellett édesapád mellett, meg aztán amikor először játékvezetőként kellett helytállnod, hogy azért ehhez képest eltelik kevesebb, mint 20 év, és ott vagy olimpiai döntőn, ahol iszonyatosan nagy felelősség, iszonyatosan nagy nyomás és iszonyatosan nagy figyelem vesz körül, hogy ehhez azért nagyon meg kell erősödni. És igazából az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy volt-e esetleg ebben a már megerősödött, már befutott időszakodban olyan pillanat, vagy olyan érzés akár, amikor mégiscsak elbizonytalanodtál, vagy így előjött az a félelem, ami mondjuk 1990-ben 15 évesen az Óbaroki öltözőben ismerős volt neked? Már kicsit más jellegű démonok vannak ilyenkor a játékvezetőkben. Amikor fiatal voltam, ugye kételkedtem abban, hogy én ezt most meg tudom-e csinálni, képes vagyok-e erre. Nem túl nehéz ez a feladat, amit nem tudnék megugrani. Ismeretlen volt,
Tehát egy ismeretlentől jobban fél az ember. És kellenek az évek, az idő, a tapasztalat ahhoz, hogy megerősödjön. Ezen a szinten, amikor már ugye az a kérdés, hogy most adja a tévé a meccset, hány tízezer néző lesz, milyen tétje van egy meccsnek, ott inkább már az a kérdés, hogy nem kell félni a hibától, tehát a hiba az jönni fog, hiszen annyi kamera adja a meccseket, tehát nem szabad bepörgetnünk magunkat abba, hogy úgyis hibázni fogunk. És pont azért nem, mert már itt már 18 év volt mögöttem, ez egy 2008-as mérkőzés volt. Tehát itt már arra kell gondolni, hogy igen, én ezt 18 éve csinálom, jól megy, azért vagyok itt. Tehát az olimpián azért nem azokat szoktak hívni, akik még tanulják a szakmát. Tehát itt már bízni kell abban, amit eddig elértél, és nem kételkedni abban. Persze jön majd egy hiba, mindig jön a hiba, ugye az én pályafutásom is olyan, hogy vannak azért csúcspontok, de vannak azért mélypontok is, amikor egy hiba azért befolyásolta az én megítélésemet. De hogyha hosszú távon nézzük, akkor azért szerencsére sokkal több volt a pozitívum, mint a negatívum. És ami érdekes, hogy minden egyes negatívum, egy hiba mindig elbizonyítanítja az embert valamennyire. Kicsit azért meginog az önbizalom. Tehát ez olyan dolog, hogy amikor egy hibát elkövet az ember a következő alkalommal, akkor azért úgy félve nyúl a kijöntek egy pohár a vizet, hogy félve nyúlunk az első alkalommal. De van egyfajta önbizalom hiánya mindenkinek. Tehát most is az van, hogyha hibázik egy bíró mondjuk az NB1-ben, a következő meccsére már kicsit máshogy készül, mert van egy minimális önbizalom hiánya, hogy vajon nem fog, tehát most is előjön, nem jön elő. De ezeket el kell felejteni, és aki mentálisan erős, az az ilyen szintű meccseken nem pörgeti be magát abból, hogy hibázni fog. Hiszen úgy nem lehet, hiszen az jönni fog. Uh-huh. Nagyon érdekes aspektus a játékvezetésnek az, hogy a játékvezetőnek milyen kapcsolatot kell kialakítani a játékosokkal a pályán, és erre szerintem nagyon jó illusztráció ez a kép pár tulajdonképpen, hogy itt egy szigorú, fegyelmező, határozott Kassai Viktort látunk, itt pedig egy vidám, tulajdonképpen egy ilyen baráti stílust képviselő Kassai Viktort, de ugyanaz a Kassai Viktor. Hogy alakítottad ki a stílusodat, a viszonyodat a játékosokhoz? Egyáltalán van-e recept, hogy hogyan kell általában bánni, kezelni játékosokkal? Érdemes-e valamiféle bizalmi viszonyt kialakítani a képen látható baráti gesztusokkal akár, vagy pedig inkább a távolságtartásra és a tiszteletnek a megőrzésére, tekintély megőrzésére kell törekedni? Hát ami érdekes, hogy ezt nem tanítják. Tehát ezt a játékvezetés irányítói semmilyen szinten sem mondják, hogy most éppen hogy szóljál a játékosokhoz, milyen gesztusaid legyenek. Ezt mindenki kialakítja, személyiségből jön. És ami fontos, hogy egy játékvezető az nem csak eldönti, hogy egy labda kint van, vagy nincs, les volt, vagy nem, sárga vagy piros, hanem emberekkel dolgozik, ugye egyszerre 22-vel, plusz még a játékosok cserék, plusz még hozzájönnek, hogy a főrendezővel is beszélni kell, a meccsellenőrrel, tehát rengeteg féle fajta emberrel kell kommunikálnunk, és mindenkivel máshogy kell kommunikálnunk. Ugye máshogy kommunikálunk mondjuk egy játékossal, mint a főrendezővel, vagy a meccsellenőrrel, aki mondjuk nálunk mondjuk 30 évvel idősebb, és meg kell találni mindenkivel a hangot, és ugye ez szerintem ez a két kép azért is választottuk ki, hogy lássuk azt, hogy nincsenek sztereotípiák, tehát nincs olyan bíró, aki mindig szigorú, nincs olyan bíró, aki mindig csak nevetgél a játékosokkal. Tehát egy jó játékosnak tudni kell változtatni ezeket a szerepeket, megérezni, hogy mikor van az, amikor belefér az is, hogy összemosolyog a játékossal, és mikor van az, amikor tényleg, mint egy szigorú szülőnek, vagy egy tanárnak, igenis sarkára kell állni, és el kell mondani a játékosnak, hogy eddig és ne tovább. És ugye ez a játékvezetésnek a magas szintje, amikor valakiben ez úgy jön, személyiségéből jön, hogy éppen most hogy kell hozzászólni a játékoshoz. Jó, tehát hogy a jó játékvezetőnek hogy kell viselkednie. Most én ezzel kapcsolatban készültem egy kis gyűjtéssel. Kíváncsiságból megnéztem, hogy a Nemzeti Sport, vagy hát régen a rendszerváltás előtt Népsport
mit írt a jó bíróról. Igazából nagyon egyszerű módszerem volt a Nemzeti Sportnak az archívumában, digitális archívumában a jó bíró szópárt beírtam, és kíváncsi voltam, hogy milyen találatokat ad ki, és hát jó néhány nagyon érdekes mondatra bukkantam, és most, ha megengeded, akkor olvasnék ebből néhányat, és arra kérnélek, hogy röviden kommentáld, vagy mondd, hogy igaz-e vagy sem. Az első az egy 1925-ös megállapítás, egy nagyon, hogy is mondjam, egy ilyen alapvetésnek szánt kijelentés. A jó bírónak mindenek előtt a saját lelki ismeretére kell hallgatni. Hát leginkább a szabályokat kell betartatnunk. Én azt gondolom, hogy a játékvetés amúgy is egy olyan sport ág, vagy egy olyan tevékenység, amivel a lelkiismeret, a becsület, a tisztesség az alapvető dolog. Tehát azért ezt a szakmát nem lehet kicsit becsületesen csinálni. Tehát itt igazából itt vagy fekete vagy fehér van. Tehát itt nem lehet részrehajlónak lenni, nem lehet szimpátiával viseltetni senki iránt, csak az, hogy a munkánkra figyelünk, a szabályokat betartatjuk, és nálunk nincs az, hogy valaki egy kicsit nem becsületes. Tehát, hogyha valakivel ez felmerül, hogy valaki nem tisztességes, annak nincs hely a játékvezetők között. És ilyen szempontból van benne valami. Én ezt kicsit ennyivel fejteném ki, hogy a becsületesség és a játékszabályoknak a betartatása, ez talán legfontosabb, még akár így 100 év táblatából is. 1973-ban azt írta a Népsport, a jó bíró az, a fociban is ezt szeretik, aki nem fütyüli szét a mérkőzést. Igen, ez már egy kicsit ilyen legendás, amiket mindig mondanak ugye a futballban tevékenykedők, hogy a bírók fújják szét a meccset. Kell a játékvezetőnek egy fajta nem szabályismeret, hanem a futballismerete. Tehát olyanból nem lesz jó játékvezető, aki életében nem futballozott, és a futballozás, a focira inkább azt gondolom, hogy ilyen szinten, tehát megyei szinten nem focizott, napköziben, iskolában, tehát nem kell valakinek... Te futballoztál egyébként korábban? Hát próbálkoztam mondjuk így, tehát mindig fociztunk ugye az iskolába, a napköziben folyamatosan állandóan, plusz voltak időszakok, amikor eljártam edzésekre is, de... Tatabányán, igen, tehát igazolt játékos is voltam, de nem voltam jó futballista, de azért futballoztam. Tehát azért most, aki egész gyerekkorát azzal tölti, hogy repülőgép modelleket szerel össze, és holnaptól játékvezetői vizsgát tesz, sokkal kisebb eséllyel érzi majd azt, hogy mi vagy a pályán, hogy mikor kell esetleg mosolyogni vagy rászólni egy játékosra, mert nem érzi azt, hogy miről szól ez az egész. És ezért gondolom azt, hogy fontos az, hogy legyen egy labdarúgáshoz való értés, hozzáértés, ami nem kell, hogy olyan mély legyen. Tehát sokszor mondják azt, hogy valakinek mondjuk NB1-es tapasztalattal kell rendelkezni játékosként, hogy jó bíró legyen az NB1-be. Ez abszolút nincs ennyire összhangban. Egy évvel később, mindig 70-es évek, azt írta a sportlap, a jó bíró büszke arra, hogy rangos mérkőzéseket vezethet, és nem kockáztatja jó hírnevét esetleges részrehajlással. Ez mondjuk teljesen igaz, hiszen sokkal többet veszített egy játékvezető azzal, hogyha ha nem objektív és nem korrekt, hiszen és pláne minél magasabb szinten van az ember, annál többet tud veszíteni azzal, hogyha nem korrekt. Viszont én azt gondolom, hogy minél magasabb szinten van valaki, annál kevésbé merül lesz fel reálisan, hogy valaki mondjuk kockáztatja mondjuk a pályafutást. Igen, ugyanakkor ez egy elég érzékeny és ingoványos terület, talán elsőre nem is gondolunk bele, hogy mennyire, mert azért a csapatoknak, kluboknak, válogatottaknak mindig érdeke, hogy valami féleképpen a játékvezetőnek a jó indulatát megnyerjék, vagy legalábbis ne vonják magukra a játékvezetőnek a haragját, vagy hogy ne legyen rossz előítélet, és ezzel kapcsolatban olyan sok játékvezetői legendás történet van, hogy a külföldi utazások során
milyen szállodába helyezték el őket, aranyórával kedveskedett a rendezőklub, olyan gesztusokkal, amelyeknél mondjuk az aranyóra az nem ebbe a kategóriába tartozik, de sok olyan gesztus, aminél nem lehet egyértelműen megítélni, hogy ez még belefér, vagy nem. Tehát, hogy egy nagyon elegáns vacsorára meghívják a játékvezetőt a meccs előtti este, az lehet egy ilyen sportszerű figyelmesség is, de lehet egy szándék arra, hogy na akkor ennek fejébe elvárjuk, hogy másnap ennek a vacsorának az árát törlessze a pályán a játékvezető. Neked ilyen szempontból milyen tapasztalataid voltak akár a külföldi utazások során? Hát először is én visszamennék a megyébe, tehát a megyei szinten is van vendégszeretet, tehát azért itt is lehet látni itt kint a játékvezető öltözőt, hogy nem mindegy, hogy mit raknak be a hazai csapattól, hogy mennyire érzi magát komfortosan egy játékvezető, hogyha csak egy kancsó víz van bent, vagy hol mondjuk egy tál szendvics. Igen, itt a hátsó füves kiállításon próbáltunk kitenni magunkért. Van kóla, narancslé, kávé, cigaretta, és csak a sört nem raktuk ki, de azon is gondolkodtunk, igen. Tehát a megyei szinten is már azért van egyfajta ilyen vendéglátás, és én azt gondolom, hogy ennek nem szabad túlzottnak lenni, de azért azt gondolom, hogy elvárható, hogyha mondjuk azért kicsit, hogyha úgy nézzük, a játékvezető is egy vendég a sporttelepen, hát meccs előtt mindenképpen, meccs után már eredményfüggő, de azért mindenhol az illik a vendéget megkínálni. Az alapvető dolog az, hogy víz legyen benne az öltözőben. Tudomásom szerint még mind a mai napig a magyar pályákon, tehát nincs semmilyen plusz kötelesség. Ami érdekes például, csak hogy egy aktualitást mondjak, hogy egyik kollégám, Ring György volt nemrég egy UEFA rendezvényen Svájcban, és ő mesélte, hogy voltak meccsek Svájcban és Franciaországban, a fiatal bíróknak, akiket ő kísért, és a Franciaországban azt mondták nekik, hogy a meccs után mindenképpen el kell fogadni azt a vacsorát, amit a hazai csapat felajánl, mert ha nem fogadják el, az egy óriási tiszteletlenség, mert ez egy olyan szokás Franciaországban, hogy ez egy évtizedes, több évtizedes szokás. Svájcban, akik Svájcba mentek, ugyanabból a továbbképzésről, ott semmi ilyesmi nincs, ott semmit ne is várjanak, mert nem lesz. Uh-huh. Tehát ez szerintem teljesen változó különböző futballkultúrákban, hogy ez a vendéglátás, ez most meddig terjed. Magyarországon ugye tudjuk azt, tehát rengeteg megyei meccsen voltam, meg ugye még NB3-ban is régebben, amikor ugye a meccs előtt egy vacsorát felajánl esetleg egy sportvezető, aztán utána, amikor a hazai csapat mondjuk nem nyer, akkor azt már nem is látjuk azt az illetőt már többet azon a mérkőzésen, és akkor ugye a vacsora is ugye elszáll. Ugye ilyenek vannak. De mondom, az, ami fontos, és akár megyei szinten nézzük, akár külföldön, hogy ez a vendéglátásnak mindenképpen keretek között kell maradnia, és a külföldre visszatérve, amit kérdeztél, ott azért az elmúlt több mint 20 évben azért az UEFA elég keményen megkötötte a kezét a vendéglátóknak, hogy meddig terjedhet ez a vendéglátás, akár ajándékban, akár ezekben a vacsorákban. És valóban, hogyha olvasunk ilyen régebbi könyveket, hát Balottai Károlynak a könyve azért egy legendás, és szerintem én is elolvastam már egy párszor, ő említette, hogy a 70-es években azért még más volt a külföldi utazás, más volt a vendéglátás, mint mondjuk a 2000-es évektől kezdve, ahol már azért nagyon profi körülmények vannak, és még a látszatát is el akarja kerülni az UEFA annak, hogy bárki rossz útra tévedjen. Uh-huh. A jó játékhoz jó bíró kell, 1992-ben írta a Nemzeti Sport. Valóban egy rossz bíró el tudja rontani a jó játékot, ez igaz, hiszen rossz ítéletekkel ugye a feszültség is nő a pályán, nem a jó ítélet születik meg. Tehát ez evidens, hogy nem véletlen az, hogy a kiválasztás nagyon fontos azért a játékvezetőknél is. Tehát arra kell törekedni minden országban, hogy a legjobb bírók vezessenek a legjobb osztályban. Megfordítjuk, ugye sokszor halljuk azt a panaszt, hogy milyen rossz bírók vezetnek a megyei bajnokságba, de erre lehet azt mondani, hogy hát sajnos minden osztályban azért olyan bírók vezetnek, hát akik azon szinten tartanak. Uh-huh. Tehát
Persze jó lenne, hogyha minden megye hármas mérkőzésen FIFA bírók tudnának vezetni, de sajnos, ahogy a játékosoknak is van képességbeli határ, úgy a kollégáknak is van olyan határa, hogy a tehetsége, a szorgalma, az edzés képesség, az egészsége, a kora az éppen hova teszi őket, milyen polcra. Ugorjunk most megint egy kicsit előre. 2011, London, Wembley, és most, hogyha szabad, akkor abból a cikkből olvasnék fel egy rövid részletet, amelyet én írtam itt a meccsen, mert volt néhány közös élményünk a nagy futball eseményeken, a 2010-es világbajnokság nekem legalábbis lenne a legemlékezetesebb. Itt a 2011-es BL döntőn személyesen nem találkoztunk, nem volt mód utána sem interjút készíteni, viszont hát a Nemzeti Sportnál, én Nemzeti Sport újságírójaként voltam, vettem részt, nyilván kiemelt fókuszban állt Kassai Viktornak a működése, már most így elővettem és rácsodálkoztam, hogy a BL döntő napján a Nemzeti Sportban a kétoldalas beharangozó csak arról szólt, hogy Kassai Viktorról mit gondol a két csapat, és mit várnak a különböző szakemberek. És a meccs másnapján pedig az egyik ilyen kis passzus a te működésedről szólt, és ebben van egy ilyen kicsit, most így utólag visszaolvasva, teátrális felvezetés. Miután, és ugye a BL döntő előtt ilyen nagy díszes megnyitó ünnepség volt, erre utal még itt az eleje. Miután Kassai Viktor kigyönyörködte magát a londoni dokmunkások kemény kalapos maffiájának bemutatójában, nem kis matematikai bravúrral számba vette valamennyi magyar segítőjét, tisztesség kedvéért Erős Gábor és Ring György asszisztensek, Fábián Mihály és Bognár Tamás gólbírók, Vad 2 István tartalékjátékvezető, Kispár Robert tartalékasszisztens, magabiztos mosolya a kezet fogott Savival és Nemanja Vidiccsel, semmi sem akadályozhatta meg abban, hogy egy erőteljes sípszóval bevonuljon a halhatatlanságba. Hát ez talán egy kicsit ilyen újságírói túlzás, vagy teátrális megfogalmazás, de az tény, hogy ez a megbízatás, és az, hogy a 2011-es BL döntőt te vezetted, és az UEFA vezetői úgy ítélték meg, hogy te vagy erre a feladatra a legalkalmasabb. Ez egy óriási visszaigazolás, és talán mondhatjuk, hogy a játékvezetői pályafutásodnak a csúcsa. Te hogy élted meg ezt a londoni napot? Hát abszolút a csúcspontja, hiszen azért játékvezetésben szerintem két dolog tesz az embert a térképre, hogy volt-e VB-n, tehát világbajnokságon szerepeltem, mint játékvezető, illetve hogy vezetette komoly kupadöntőt. Ezek közül is ugye kiemelkedik ugye a BEC, ugye a Bajnokok Ligája. Nagyon szép pályafutásokat lehet elérni, hiszen azért nem csak a döntők jelentik a sikert, hiszen van olyan kolléga, aki még lehet, hogy jobb bíró is volt nálam, de sose vezetett BL döntőt. Éppen nem jött neki úgy össze, úgyhogy de ettől még nagyon büszke lehet a pályafutására. De egy ilyen döntő a koronát jelenti a pályafutásra, és életem végéig azért el tudom azt mondani, hogy igen, ezt értem el, és igazából elég csak két szót mondjuk leírni a nevem mögé, és már egy polcra tesz az a saját szakmámon belül. Tehát ez hasonló, mint hogyha egy játékos világbajnok lesz, hogyha egy sportoló olimpiai bajnok lesz. Igazából nem kell sok mindent mondania, csak bemondja, hogy Szöul 88, és igazából mindenki tudja, hogy ő akkor valaki volt abban a sportágban. Tehát mindenképp ezek a csúcspontok, ezek meghatározóak számomra, ugye mind a dél-afrikai VB, ahol ugye kint voltunk, mind pedig ez, és azért volt nekem nagyon érdekes pályafutásom, mert én nagyon korán eljutottam erre a szintre, tehát 35 évesen vezettem ezt a BL döntőt, és azóta sem volt ilyen fiatal, és előtte, se utána nem volt ilyen fiatal játékvezető, hiszen azért a játékvezetésben ezt a szintet körülbelül a 40 éves kor környékén szokták elérni, vagy még tovább, ugye most már még tovább tolódik a kor, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ezt majd ki és mikor tudja majd felülmúlni.
egy évvel később a 2012-es Európa-bajnokságon is fontos szerepet kaptatok, és ehhez az Európa-bajnoksághoz kötődik az egyik említett mélypont, az angol-ukrán, pontosabban ukrán-angol mérkőzésen történt hiba, amikor ugye talán emlékszünk rá, hogy a Marko Devic lövése után a labda már a gólvonalon áthaladt, és úgy mentett, vagy úgy rúgta vissza a mezőnybe John Terry. Ennek ellenére nem adtál, vagy nem adtatok gólt. Ugye ez egy összetett helyzet a szituáció megítélését tekintve is, hiszen ugye ilyenkor mindig tiéd a felelősség, meg a te neved jelenik meg, és te viseled az elsődleges következményeket, de hát egy csapatmunkáról van szó, és azt is tudni kell, és most ez nem, hogy is mondjam, ez nem a bármiféle felmentés, vagy ilyesmi, de hogy ennek a szituációnak a megítélése, hogy a labda áthaladta a gólvonalon vagy sem, ez a gólvonali asszisztensnek a feladata volt akkor ezekben az években. És ugye itt Vad2 István állt. Én másnap részt vettem Varsóban azon a sajtótájékoztatón, amit Pierluigi Collina, az Európai Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának akkori elnöke tartott, és amelyen értékelte ezt az esetet is, és így fogalmazott: egyet biztosan mondhatok, Kassai Viktor nem hibás. Neki nincs felelőssége abban, hogy az ukránok nem kaptak meg egy szabályos gólt az angolok ellen, onnan, ahol állt, hogyan tudta volna eldönteni, hogy a labda áthaladta a vonalon 1-2 centivel vagy sem. De ahogy mondom, vagy ahogy mondtam, hát a felelősség meg a következmények mégiscsak téged érintenek. Két kérdésem van ezzel az esettel kapcsolatban. Az egyik az, engem ez érdekel igazán, hogy egy ilyen hiba után hogyan tudsz tovább lépni, hogy tudod feldolgozni ezt, van-e erre, vagy volt-e stratégiád, egyáltalán milyen lélektani folyamatokat indít el egy ilyen eset a játékvezetőben. A másik pedig, hogy Vad2 Istvánnal hogyan rendeztétek ezt a kérdést. Valóban ez egy eléggé emlékezetes eset volt, hiszen azért a nagy tornákon kell jól szerepelni, hiszen azok maradnak meg a fejekben, és nagyon nagy tervekkel vágtunk neki ennek az EB-nek, hiszen ugye hát jó VB szereplés után és a BL döntő után azért elég komoly esélyünk voltak komoly mérkőzésekre, és egy spanyol-olasszal kezdtünk, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy olyan gyengén foglalkoztattak volna minket. Ez a hiba becsúszott, és ugye ahogy mondod, nekem a csap, ez egy csapatmunka. Tehát ugye a játékvezetésben mindig a játékvezető, akinek a nevét kiírják, de azért többen vagyunk. Tehát ugye ahogy Dél-Afrikában is ugye Erős Gabi és Vámos Tibivel voltunk egy trió, utána is ugye a csatlakozott ugye a Ring Gyuri, vagy a alapvonaliak, vagy a Vald, a Bognár, vagy a Fábián. Tehát mi mindig együtt jártunk, és ugye sokszor ők húztak ki engem a slamasztikából, valamikor én hoztam meg egy jó döntést, és nem hallgattam rájuk, tehát ez változó volt mindig is. Az egy külön pech volt, hogy pont egy ilyen fontos meccsen volt egy olyan hiba, ahol a kamerák megmutatták, hogy nem jó döntést hoztunk. Tehát az evidens volt, hogy a felelősséget ugye közösen kell, mint csapat elvinnünk, de ebből a legnagyobb rész persze rám maradt, hiszen ugye a sikereknél is rólam jelentek meg a cikkek, akkor itt is kötelességem volt ugye elviselni azt, hogy ugye az én nevem a legjobban kihangsúlyozott ebben, és azt is tudtuk, hogy egy ilyen hiba után egy EB-n már nem tudunk többet labdába rúgni, függetlenül attól, hogy most ez az én hibám volt, vagy kié másé. Hát igen, talán ezt a mondatot is érdemes még idézni Collinától, hogy megindokolta, hogy miért döntött úgy, hogy az EB-n résztvevő játékvezetői csapatok közül kivonja a tieteket, másik kettő mellett azt hiszem, hogy olyan nyomás nehezedett volna rá, most itt rólad beszél, például önök újságírók részéről, amely alatt mérkőzést vezetni nem lett volna könnyű.
emiatt is döntött úgy, hogy azon az EB-n már ne. Hát igen, a nagy hiba után persze mindenki, hát médiában dolgozol, ugye tudod, hogy olyankor mindenki ugye hatványozottan figyelné azt, hogy na akkor miért kaptak újra a meccset, mikor hibáztak. Ha esetleg megint jön egy hiba, akkor lehet azt mondani, hogy már megint hibáztak, és ugye akkor még jobban kritika alá kerül egy átvédő csapat. Ez is lehet az oka ilyenkor, hogy nem kap már meccset valaki, meg hát azért legyünk őszinték, ez egy versenysport azért a játékvezetők között is, tehát aki jól teljesít, az kap következő meccset, aki kevésbé, az meg nem kap mérkőzést. Tehát itt is azért van egy verseny, ez is egy sport egymás között, és aki hibázik, annak sajnos, ugyanúgy a csapatok is hazamennek az EB-ről, ha vereséget szenvednek. Igen. És visszatérve az eredeti kérdésre, hogyan dolgoztad ezt föl, hogyan tudtál tovább lépni, és volt kettő Istvánnal, hogyan rendezted? Hát, amit mondtam előtte is, hogy ilyenkor ez egy önbizalom csökkenéssel jár, ugye az embernek nem esik ez jól, és próbálja keresni, hogy mi volt az oka egy ilyen hibának. Itt ugye egyértelmű volt, hogy ezt nem lehetett különösebben látni. Nekem nagyon nehéz volt ugye az én helyemről, de hát a Pistának is abból a helyből azt a 3 centit, amivel bent volt a labda, azt nehéz volt ugye meglátnia. Igazából nem lehetett kifogást találni abba, nem a készülés, felkészülésünkbe, a képességeinkbe, tehát igazából nem lettünk szerintem rosszabb bírók azután a meccs után, de meg kellett emésztenünk, és ez idő kell. Tehát az idő az meggyógyít minden sebet, akár egy családban is, úgy a sportban is, minden vereség után ki kell menni a pályára, és a futball azért jó, mert mindig van egy következő. Ott az fontos volt, hogy ott egy pár napig azért úgy nem nagyon akartam úgy emberek közé menni, hiszen azért ezt magamba kellett azért megemészteni, hogy nagyon sokat vártam attól az EB-től, és mégsem jött össze, tehát ez egy csalódás volt a számomra. De aztán utána igazából lehet busongani, és lehet elbújni a világ elől, de azért jött a következő szezon, és akkor megint kaptuk a mérkőzéseket, és vissza kellett ülni a lóra, ami levetett magáról. A VAD2-vel való viszonyom pedig teljesen normális a mai napig, hiszen tudom azt, hogy milyen ott állni, tudom azt, hogy az ő érdeke is az lett volna, hogy egy jó döntést hozzunk. Ő szerette volna legjobban azt, hogy a csapatunk ugye jól szerepeljen, és szerintem neki sokkal nehezebb volt megélni ezeket a pillanatokat, hiszen ő magában érezte azt, hogy ő hibázott, és ez emiatt a csapatunk kárt szenvedett, és szerintem az a legrosszabb érzés, amikor az ember maga tudja azt, hogy valami rajta múlt. Úgyhogy igazából én sosem nehezteltem rá miatt, és mondom, mind a mai napig nagyon jó barátságban vagyunk, úgyhogy szinte napi szinten beszélünk. Úgyhogy nincs. Ilyen szempontból teljesen korrektül túlléptünk ezen a történeten. Lépjünk tovább. Zlatan Ibrahimovic-sal látunk itt ezen a képen, amit előkészítettél. Igazából ugye nagyon kézenfekvő, hogy ilyen hálás újságírói, vagy akár szurkolói kérdés, hogy és milyen volt ennek és ennek a játékosnak meccset vezetni, hogy viselkedett a pályán Messi, Cristiano Ronaldo, nem tudom, és ilyenben nem akarok belemenni, de Ibrahimovic esetében talán mégis érdemes kivételt tenni, mert ő egy olyan személyiség, egyéniség a mai futballban, aki abszolút egyedülálló, lehet szeretni, nem szeretni, köztes megoldás nem nagyon van, meg nem is nagyon ismerek olyat, aki közömbös lenne vele kapcsolatban. De ha már ezt a képet beraktad, akkor róla esetleg egy pár szót mondja, hogy ő, az ő viselkedését azért ugye a tévén keresztül, vagy akár a stadion lelátójáról látjuk, hogy ő nem úgy viselkedik, mint a játékosok általában. Ezt néha nehéz is kezelni. Neked volt-e ilyen problémád, vagy te hogy láttad az ő viselkedését a pályán? Azért azt tudni kell, hogy ezekkel a külföldi játékosokkal azért nem találkoztunk annyit, mint mondjuk a hazai játékosokkal. Itthon egy játékosnak vezettem akár 40-50 meccset is, tehát azt hiszem a legtöbb meccs az 60 mérkőzés volt, akit valakinek vezettem. Tehát ott sokkal jobban kialakulnak kapcsolatok,
ami a pályámra szorítkozik. Tehát sokkal jobban megismerjük egymást, sokkal több történés van, élmény, hogy, hogy ki az, aki korrekt, ki az, aki kevésbé. Külföldön azért kevesebbszer találkozunk velük, tehát nehezebb azért egy képet alkotni róluk. Hát róla azt kell tudni, hogy ugye szakmailag mindig készülünk a meccsek előtt a játékosokról. Tehát vannak játékosok, hogy mindig történik valami. Tehát pró vagy kontra, de mindig ott történik valami. Tehát ilyenkor mindig azt szoktuk mondani a kollégákkal, hogy az egyik szemed mindig ott legyen. Tehát ha nincs ott a labda, akkor is őt figyeld, mert valami mindig fog történni. Mert vagy ellene, vagy ő követel valamit. Tehát vannak olyan játékosok, akik ugye 90 percig vibrál a levegő körülöttük, na ő pont ilyen. És ő pedig az a típus, aki, ugye tudni kell azt, hogy amiről beszéltünk, hogy kihez hogy kell szólni. Tehát nem mindegy, hogy mondjuk melyik játékoshoz milyen szavakat használunk, nem mindegy az, hogy mondjuk ez a mérkőzés éppen 0-0, vagy éppen 3-0-ra vezetnek, vagy ők égnek 3-0-ra, hiszen teljesen más reakciót várhatunk egy játékostól. Ő például az a típusú játékos, akivel nem kell sokat beszélgetni, mert nem kommunikációra azért kevésbé nyitott, tehát igazából a minimális kommunikációt kell vele folytatni. Magyarországon is voltak ilyen játékosok, akikkel a lehető legkevesebbet kellett beszélni, mert úgysem értette meg. Tehát tudni kell azt, hogy ki az, akivel lehet kommunikálni és érdemes, ki az, akivel kvázi, mint hogyha falnak beszélnél, semmi haszna nincs. Tehát ezeket kell tudni, és külföldön nehezebb egy kicsit, mert ugye kevesebb időnk van rá, hiszen kevesebbet fújunk neki. Magyarországon azért könnyebb volt az ezeket a játékosokat azért megtalálni, hogy hogy kell kezelni őket. A következő kép egy különleges fotó azért is, mert ilyen helyzetben nem nagyon szoktuk látni a játékvezetőket edzés közben. De ugye, amikor a játékvezetőnek a tevékenységéről beszélünk, akkor általában az ítéleteiről esik szó, hogy jól döntöttek, nem jól döntöttek. De az, hogy a teljesítmény mögött milyen munka áll, akár erőléti edzés munka, arról sokszor hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Nekem nagyon különleges, és mondhatom, hogy nehezen felejthető élmény volt, amikor Dél-Afrikában volt alkalmam személyesen megnézni egy játékvezetői edzést. Volt egy ilyen FIFA nyílt nap, amelyen az újságírók előtt bemutatták, hogy hogy zajlik a játékvezetőknek a felkészítése. És hát tényleg például az asszisztenseknek a gyakorlatai között olyanok voltak, amit csak ilyen, nem is tudom, ilyen, hát ilyen humoristák képzeltek volna el, hogy a lengetés gyakorolni, hogy tényleg így volt ilyen, hogy a Gabiék futottak az oldalvonal mellett, és akkor a végén fölemelni az ászlót. De hogy tényleg mindenre kell készülni, mindenre kell edzeni. Például a les helyzetek megítélése is ilyen volt akkor még, hát azóta most már átvette a technika, de akkor még volt egy ilyen gyakorlat, hogy ott valami helyi középiskolások voltak, azt hiszem a segítők, és akkor ők imitáltak, vagy hát valóban fociztak, és kialakultak olyan játékhelyzetek, amelyeknél dönteni kellett, hogy les vagy sem, és akkor a partjelzőknek az ítéleteit pedig kiértékelték a főnökök, és aztán volt egy ilyen összesítés. Szóval nagyon érdekes volt ez, és igazából nem tudom, hogy erről lehet erről beszélni, vagy van-e olyan plusz információ ezzel kapcsolatban, ami érdekes lehet, hogy mennyit, például az, hogy mennyit edzetek, tehát, hogy hát ugye már múlt időben beszélünk, de hogy mennyi edzésmunka volt a játékvezetői teljesítmények mögött. Valóban, tehát a játékvezetés nem a legmagasabb szinte nem arról szól, hogy kivegyünk a meccsre, és utána lerakjuk a sípot, lezuhanyzunk, és utána majd egy-két múlva találkozunk. Tehát sokkal több minden van mögötte. És edzések, tehát ugye a legmagasabb szinten, tehát szinte naponta várják el, hogy napi edzésmunkát végezzünk. Az utolsó éveimben már az volt az elvárás, hogy egy pihenő napom lehetett, a többi napon mindig kellett valami edzést csinálni. Tehát az azt jelenti, hogy 5 edzés plusz a meccs, tehát ez volt egy normális hét. Fél évente kellett fizikai teszteket csinálni az UEFA-nál,
és igazából ez egy ilyen, kvázi, amit mondtam, egy verseny egymás között, tehát aki nem tesztel, az nem kap meccset, tehát azért elég kemény szabályok vannak, tehát itt nincs susmus, meg nincs mutizás, hogy most akkor csak kicsit vagyok jó erőben, vagy esetleg hogy csalom el a tesztet. Itt vannak a fotocellák, kiírja a végén az eredményt, és itt igazából nincs mellébeszélés. Aki nem tud edzeni, aki nincs jó erőben, az nem kap meccset. Ennek ugye a nagy mestere a Colina volt, aki 8 évig csinálta az UEFA-nál a játékvezetést. Ő egy olyan standardet állított föl fizikai téren, hogy még talán a mai napig abból élnek az UEFA-s játékvezetők. Tehát fontos az, hogy legyen egy olyan vezető, aki rendet tesz, és tiszta viszonyokat vár el, és ad, és vár el a játékvezetőktől. És ahhoz is az a feltétel, hogy elvárja azt, hogy edzünk is, amit ugye több mint 10 évig nekem ugye ezen a szinten kellett edzenem. És amit mondtál, hogy voltak ilyen gyakorlati edzések is, főleg a FIFA-nál, ott az volt az érdekes, hogy azt kell tudni, hogy a játékvezetést nem lehet gyakorolni edzésen, nem lehet gyakorolni otthon. Tehát igazából nincs erre lehetőség, hiszen nincsenek meccsek, amiket csak úgy beszállok hétközben. Tehát nagyon nehéz szakma, hiszen nem lehet gyakorolni. Tehát még mondjuk sok mindent lehet úgy próbálgatni, aztán majd élesbe csinálom a hétvégén, ezt nem lehet. És erre találták ki azt, hogy ezeket a lesintéseket, a különböző szituációknak a modellezését, hogy valamennyire próbálják meg ezt lemodellezni, és gyakoroljanak a játékvezetők. Csak ugye ez a nagyon nehéz a játékvezetésben, hogy nem lehet azt a hangulatot, azt a feladatot edzésen előidézni, amit a meccsen. Igen. A dél-afrikai időszakhoz kapcsolódó élmény vagy emlék nekem, meg hát az újságban is megtaláltam a lenyomatát, amikor készítettem interjút Howard Webb-bel, aki aztán a döntőt vezette, és a döntő előtti sajtótájékoztatón megkérdeztem a magyar játékvezetői hármassal ápolt kapcsolatáról. Előzőleg már Erős Gabitól kaptam egy fülest, hogy érdemes kérdeznem tőle, és Howard Webb, a szigorú angol bíró legnagyobb meglepetésemre a következő választ adta. A magyar bírókról van szó. Engem csúnyán megvicceltek, amikor az állandó bírói bázisról elutaztam Durbanbe a Spanyolország-Svájc mérkőzésre, a szállodába érve észrevettem, hogy a bőröndöm rettentően súlyos. Nem értettem mitől. Aztán kinyitottam és láttam, valaki egy hatalmas követ rakott bele. Nem viccelek, méretes, körülbelül 5 kilós szikladarab volt a kofferomban. Hamar kiderült, kik voltak a tettesek, természetesen a magyar játékvezetők. Van tehát egy rendezetlen adósságom, előbb-utóbb visszavágok kassaiéknak. A vidám hangulatban teltek ezek a játékvezetői összetartások, visszavágott. Aztán Howard Webb törlesztette az adósságát? Nem tudott, mert sokkal dörzsöltebbek voltunk azért náluk. Az Erős Gabi főleg, tehát ismered a Gábor, tehát ő azért nagyon vág az esze, és így együtt azért mindig a hülyeségen járt az eszünk. Ami fontos, hogy a játékvezetők is ugye ilyenkor együtt élnek egy szállodába, egy ilyen VB-n ugye, ha jól emlékszem, azt hiszem 24 bírói csapat volt, ugye azt szorozzuk be ugye hárommal, plusz még egy-két tartalékbíró, tehát majdnem 100 emberes közösség ez, és hát óvatatlan is, hogy vannak különböző hülyeskedések, vannak azért, akik ugye viszik a prímet, mint egy csapat. Csapatnál is ez szerintem így működik, hogy azért mindig van téma, mindig van valami történés, és Havárdékkal nagyon jóban voltunk, tehát nagyon sok időt eltöltöttünk, sok tornán voltunk együtt, tehát egy nagyon jó viszonyunk volt, és gondoltuk, hogy ez egy jó ötlet lesz, és igazából ez érdekes, hogy még meg is kérdeztél a sajtótájékoztatón tőle, vagy egy ilyen... És el is mesélte. Nem, ez a nyilvános sajtótájékoztatón hangzott el. Lehet, hogy a BBC-n is megjelent. De igazából nem csak követ raktunk be a táskájába, hiszen sokszor az útlevelét is elvettük. Egyszer a legjobb az volt, hogy elhagyta az útlevelét, a pénztárcáját egy ilyen továbbképzésen, és rajtam kérte számot. Akkor kivételesen semmi közöm nem volt hozzá. És nem hagyott békén, hogy adjam vissza neki, és nem hitte el. És utána
sokszor kellett győzködnöm, hogy hagyja, tehát tényleg nincs nálam az útlevele, és benhagyta az UEFA székházba, és vissza kellett mennie érte, de utána még azért sikerült megviccelni, még egyszer, de akkor már nem számított rá. Ja. Nagyon jó hangulatú volt az este is, amit a Magyar Házban töltöttetek, vagy töltöttünk együtt Dél-Afrikában, Johannesburgban, ahol a helyi magyar közösség látott vendégül benneteket, és stílszerűen egy fütyülős baraszkpálinkával készültetek ajándékba, ezt adtátok a házigazdáknak, ez nagyon tetszett. Meg igen, ott a gulyásleves, meg a túrós csúsza is nagyon emlékezetes volt. Vámos Tibor különösen értékelte a büfében a kínálatot, bár iskolaigazgatóként kijavította a fröccsnek az írásmódját, egysével írták dél-afrikaiak. És itt volt nekem egy nagyon emlékezetes élményem veled kapcsolatban, és igazából amikor egy baráti társaságban szóba kerül a te tevékenységed, akkor ezt így időnként így felszoktam idézni, mert tényleg ez úgy megragad bennem, hogy ugye ott néztük az Uruguay-Gána mérkőzést, aznap este volt Uruguay-Gána mérkőzés, és a helyi magyarokkal együtt ott egy ilyen nagy kivetítőn néztük a meccset, és volt egy olyan eset, talán emlékeznek rá, amikor Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról a labdát. És egy ilyen nagy kavarodás volt, beadás, lövés, kipattant, még egy lövés, megint kipattant, fejes, és aztán Suárez kiütötte, és a helybeli magyar szurkolók rögtön éles szemmel büszkén felkiáltottak, hogy kéz, mert meglátták, hogy kezdezett Suárez. Elsőre egyébként az se volt könnyű, mert így kicsit így a fejével is mozdult, de éles szemmel kiszúrták, hogy kéz. Én melletted álltam, és én csak annyit hallottam, hogy halkan megjegyzett, hogy les. És tényleg, erről azóta se nagyon esett szó, meg akkor sem ezt vitatták, hanem a kezezésnek volt nagy visszhangja. De hogyha megnézi alaposabban az ember azt a támadást, akkor a kettővel az előtti játék szituációban az egyik egyik gánai játékos le sem volt, amikor ott egy csúsztatott fejes volt, és mindenki a kezezésre volt büszke, meg kiszúrtad a lesz, hogy azért gondolom, hogy ez egy kicsit egy naív kérdés, de hogy egy meccset máshogy nézel, más szemmel, akár a játékvezetői tevékenységet is másként értékeled, mint akárki, aki mondjuk csak kívülállóként, vagy tudom én, játékosként vesz részt ebben a világban. És igazából az a kérdésem, hogy ez a különleges, úgyis mondjam, ilyen látásmód, vagy ez, hogy az, hogy te játékvezetőként nézel egy meccset, ez mennyire határozza meg a te meccsélményedet? Tehát te tudod-e élvezni, mondjuk, hogy bekapcsolsz a tévébe egy meccset, akkor tudod-e élvezni a játékot, mint futballt, mint játékot, vagy pedig nagyon erősen a játékvezetőre és az ő ítéleteire fókuszálsz? Mit nézel jobban, a játékvezetőt, vagy a meccset, vagy a játékot? Hát alapvetően azért a játékvezetés a fontos nekem a mérkőzéseken. Tehát, hogyha egy meccset nézek, akkor mindig a játékvezető személyével nézem, mindig őt figyelem, hogy ő milyen döntéseket hoz, ő hogy helyezkedik. Tehát azért tegnap is, amikor néztük a Barcelona mérkőzését, ott is nagyon sokszor úgy elemeztük azt, hogy futott a játékvezető, hova futott, miért úgy mozgott, hogy született meg egy döntés, tehát ez teljesen normális szerintem, hogyha mondjuk egy marketing szakember nézi a meccset, akkor ő azt nézi, hogy a reklámok hogy vannak kihelyezve, a kamerálásokat, és hogy minden az ő szemével rendben van-e. Ha valaki mondjuk újságíró lehet, a kommentátornak a megjegyzéseit figyeli, hogy éppen jól mondta el vagy sem, tehát szerintem ez teljesen normális szakmai ártalom. De attól függetlenül azért látom én is a futballt, tehát látom a fától az erdőt, hogy azért a futball azért a játékról szól, a játékosokról szól. És nagyon sokszor felhorkanok én is azt, hogy hű, micsoda a megoldás volt. Úgyhogy legutóbb például a Bödének a gólját
néztük, hogy azért ez nem egy hétköznapi találat volt, azért esernyőcselt azért az NB1-ben azért ritkán látni, hogy utána ilyen gól szülessen. Tehát én is azért látom azt, hogy mi a szépsége a futballnak, és ez így volt akkor is, amikor meccseket vezettünk, tehát amikor azért neves játékosoknak vezettünk, vagy akár az NB1-ben is egy szép támadást, azért mi is lereagáltunk egymás között, vagy egy jó lövést, vagy egy jó becsúszást. Tehát a futballnak a részei vagyunk mi is, és ugye mi is értjük és szeretjük a futballt. Mm-hmm. Még két vagy három kérdésem lenne, mielőtt átadom a szót a közönségnek, és kérem is, hogy akinek van kérdése, tegye föl nyugodtan. Az egyik képen látható téma, forró téma, VAR. Hogy értékeled a VAR-nak a bevezetését, amiben azért közvetett módon végül is te is közrejátszottál, hiszen a 2012-es említett hiba gyorsította fel talán ennek a folyamatát, bevezetését. Igen, meg sok más egyéb. Sok más, de az, annak mondjuk igen, nagy visszhangja volt, és akkor ugye sokan a másnapi nyilatkozatokat is, most ahogy előszedtem, hiszem 6 nyilatkozatot idézett a Nemzeti Sport, és a 6-ból 4 azt mondta, hogy na, itt a bizonyíték, hogy elérkezett az idő a VAR bevezetésére, illetve hát az még csak a gólbíró volt. Igen, mert ugye 2010, 11, 12 körül voltak azok az idők, amikor ugye a technológia már elég komoly szinten volt, a bírói hibák ugyanúgy megvoltak, mint korábban bármikor, és akkor lett ez egy ilyen központi kérdés, hogy vajon miért nem használjuk a technológiát, ugye emlékszel Dél-Afrikában ugye a lámpának a lövése, ugye, hogy az volt ugye az, ami nagyon kiverte a biztosítékot. Jött a következő EB, ugye akkor volt ugye az ukrán-angol mérkőzés. Tehát kvázi sok problémáknak kell előjönni az életben, hogy a megoldást megtalálja az emberiség. Úgyhogy ha ezzel segítettünk, akkor valóban azért volt benne részünk. De ami érdekes, hogy ezt a képet azért is választottuk ki a könyvbe, párhuzamba állítva azzal, amikor ott partjeleztem a Dadi pályán a drót meg a karó mellett, hogy az én pályafutásom a 30 év alatt azért mennyit változott, ugye, hogy elkezdtem egy fanyelű zászlóval, és a pályafutásom végén már a videóbíró szobában is ültem, és ezen pont a Bognár Tamás kollégámnak segítettem egy mérkőzésen. Hát változik a világ, és ugye főleg a legmagasabb szinten a profi futballban ugye mindig kulcskérdés, hogy azért ne legyenek nagy bírói hibás döntések, nagy tévedések. Igen, viszont az emberi tényező háttérbe szorul. Hát valamit valamiért. Tehát igazából erre azt tudom csak mondani, hogy úgy nem lehet változást elérni, hogy ne sérüljön valami. Tehát sajnos szerintem minden szegmensben, az élet minden részében van ilyen, hogy úgy nem lehet, hogy minden csak jó legyen. Kicsit a VAR torzította a futballnak a tradicionális szépségét, viszont megadta azt, hogy kevesebb bírói hiba van. És az utolsó előtti kérdésem, ami igazából közvetve, de mégiscsak ehhez a képhez kapcsolódik, amelyen nagyon elszánt tekintettel lépsz ki éppen a pályára, és azt hiszem, hogy ez az elszántság, ez a céltudatosság, ez jellemzi a hozzáállásodat és az eddigi életpályádat is, hogy most véget ért az oroszországi időszak, ez is nagyon érdekes, és hogyha lenne még időnk, akkor erről is nagyon szívesen kérdeznék, lehet, hogy majd itt a vendégek közül valaki rákérdez erre, de most inkább már előre tekintve, milyen terveid vannak, mi a következő lépés? Azt tudom, hogy a UEFA sportmenedzseri képzésen részt veszel már egy ideje. Hát igen, tehát azt tudtam előre, hogy a nyugdíjkorhatára, ahogy említettem is, az korábban jön, mint az átlag embereknek. Tehát tudtam azt, hogy ilyen 45 éves korom körül azért úgy abba kell majd hagynom, és azért már gondolkodtam, hogy mit évő is legyek. Ugye 30 éve vagyok benne a játékvezetésben, tehát ez az a közeg, ahol jól érzem magam, amihez értek, és ezt szeretném folytatni. Tehát nincsenek olyan terveim, hogy most egy teljesen más közegben, egy teljesen más tevékenységet folytassak. A labdarúgáson belül azért elég sok dolgot lehet csinálni,
de mégis úgy érzem, hogy az lenne számomra hiteles, hogyha játékvezetésben folytatnám, hiszen furcsa lenne, hogyha én most egy klubnál, akár utánpótlás klubnál is dolgoznék, mint mondjuk klubigazgató vagy edző, tehát szerintem az nem lenne hiteles az én pályaívemhez képest, úgyhogy a játékvezetésben próbálom magamat tovább képezni, és itt képzelem el a jövőmet, ezért is hagytam abba egy picit hamarabb, mint esetleg sokan gondolják, és mentem Oroszországba, de ez is egy olyan döntés volt, ami a jövő építésemben fontos, mert én ebben szeretnék tovább folytatni a játékvezetéssel, foglalkozzak a következő X évben. Kicsit ehhez kapcsolódik a következő utolsó kérdésem, ugye itt ül velünk Katalin, a ti kapcsolatotok, vagy hát most már házasságotok egy különleges kapcsolat, hiszen játékvezetői házasságról beszélhetünk. Katalin ismert és elismert játékvezető, a világ legjobb játékvezetőnek, ének választották, legjobb női játékvezetőjének, bocsánat, 2013-ban, vagy 2016, bocsánat, és hát hasonló magasságukba jutott női játékvezetőként, mint Viktor. A ti megismerkedésetekről, kapcsolatotokról, házasságotokról mit szabad tudni? És azért mondom, hogy az előző témához kapcsolódó kicsit a kérdés, mert azért ez a hosszú oroszországi kiküldetés, ez egy szép próba volt talán itt a kapcsolaton belül is. Hát igen, alapvetően hát több mint 20 éve ismerjük egymást, hiszen azért mint kollégák ugye már nagyon sokszor találkoztunk már korábban is. És ami érdekes volt, hogy hát a könyvben is leírom azért részletesebben, hogy ugye nem egyik pillanatra a másikra alakult ki ez, hanem ugye sok időt töltöttünk edzésen, hiszen azért ő is nagyon lelkes volt, hogy mindig járt edzésre a Népstadionba, én is azért szinte mindig ott voltam, ő is FIFA játékvezető volt, tehát voltak közös témáink, és kezdetben ez egy ilyen szakmai kapcsolat volt, ami azért egyre erősödött, hiszen azért akár női játékvezetésről beszélünk, akár férfi játékvezetésről, azért nagyjából a problémák és a teendők, a feladatok azért szinte ugyanazok. Tehát függetlenül attól, hogy vagy egy női játékvezető, vagy férfi játékvezetőről van szó, azért tudunk beszélgetni egymással, ugye nem csak mi, hanem úgy általánosságban is értem. Ezért sokszor női kollégák is ott vannak az a továbbképzéseinken, úgyhogy ugyanazt a szakmát műveltük, és akkor ebből kialakult egy kicsit több, és akkor igazából most már több mint 10 éve ugye egy pár vagyunk, és most már ugye hivatalosan is. De hogyha esetleg a Katalin akar többet mondani róla, akkor... Szeretném megúszni. Nem. De ez azért volt nagyon pozitív, mert azért a játékvezetői szakma nem egy könnyen elviselhető szakma. Tehát azért kibírni egy játékvezetőt az ő éles stílusával az nagyon nehéz. Megyei szinten az a probléma ugye, hogy hát az átlagos, normális családokban mi van? Hát hétvégén az a családé. Ezzel szemben egy játékvezető családja az hogy néz ki? Hát szombat-vasárnap meccs van. Tehát alapvetően a hétvége az biztos, hogy nem a családé. Ez óriási konfliktusforrás. És a játék, ugye még egy megyei futballistának egy meccse van egy hétvégén mondjuk, egy játékvezetőnek most már akár 3-4 meccse is van, tehát szinte reggeltől estig a pályákon lehet, hiszen annyi meccs van, hogy egyszerűen nem lehet győzni, tehát nem lehet elég ember találni rá. Tehát a játékvezetésben rengeteg a konfliktus, a családokban a válás, hiszen aki játékvezetésre adja a fejét, az nagyon szenvedélyesen tudja csinálni, és alig várja a hétvégét. Mm. És nem az a fontos neki, hogy most a családdal elmenjen, hanem pont az, hogy meccs van, és akkor meccsre kell menni. Tehát, és ez egy nagyon-nagyon nagy konfliktus. Amikor már komolyabban ment a játékvezetés számunkra, akkor pedig az edzések, a sok külföldi út, az pedig szintén elveszi az időt a családtól, tehát nagyon nehéz minket elviselni játékvezetőket. A közönséghez fordulok akkor, hogy ha valakinek kérdése van Kassai Viktorhoz, akkor ne tartsa magában, ki az, aki esetleg... Szerintem kérdezni, hogy a pályafutás során melyik volt az a két meccs, amelyik legszívesen emlékezik vissza, mint kedvenc meccs, melyik volt az, amelyik legkevésbé gondolom, hogy utána, vagy ebből melyik volt, illetve miért rajta ilyen hamarabb a játékvezetés, mert azért még lett van egy pár év, ami igazából a csúcson
Hát nagyon sok jó meccsen volt, tehát sokkal több, mint rossz. Szerintem, bár sokan csak a rosszakra emlékeznek. Persze, hát amikor nagyot hibázik az ember és visszhangja van, akkor arra nem szeret emlékezni annyira. Sok olyan meccs van, amit nem is tudják a szurkolók vagy a közvélemény, az rosszul sikerült, de úgy őrzem az emlékeimből, hogy az nem volt valami túl jó élmény. Ilyen is van, meg sokszor beugranak ilyen pillanatképek, hogy ott elmaradt egy büntető, az se volt nagyon jó, hát egyszer vedettem egy Hajduk Split meccset, nagyon rosszul éreztem magamat, mert nem volt valami jó teljesítmény, nem fogadtak szót a játékosok, tehát nem volt tekintélyem a pályán, tehát vannak ilyenek, akik mindig beugranak, hogy ez nem volt olyan jó. Persze is vannak ezek mint az ukrán-angol is, ami ugye nagy füstje volt, de igazából ott meg más volt, mert ott meg teljesen jól éreztem magamat a pályán, magabiztosak voltunk. Igazából egy másodpercnyi kihagyás elég volt ahhoz, hogy mindenki úgy beszélje róla, mint hogyha életem legrosszabb meccse lett volna. Nem az volt, a legnagyobb hatással talán ez volt a pályafutásomra, abban a periódusban mindenképpen. Úgyhogy nagyon sok ilyen volt, amire mindig beugranak szituációk, hogy ott akkor. Most például láttam egy videoklipet egy horvát mérkőzésről, és láttam a játékost, és beugrott, hogy 4 éve kiállítottam egy Brűzsa-Ekatén meccsen. Tehát alapvetően, és visszanéztem a klipet, megkeresztem a neten, és láttam, hogy ez egy jó döntés volt, amikor kiállítottam. Tehát visszajönnek ilyen szituk, de hát több mint 1400 meccset vezettem és lengettem összesen, tehát rengeteg ilyen mozaik van a fejemben. Miért hagytam ilyen gyorsan abba? Hát pont azért, hogy azt a kérdést kapjam meg, hogy miért hagytam hamarabba, és ne azt a kérdést kapjam meg majd, hogyha abba hagyom, hogy miért kellett ilyen sokáig csinálni, miért nem hagytam hamarabb abba. Tehát jobb az úgy... A sérülések azért sokat számítanak, hogy azért már nem úgy működik az ember teste mindennapos edzéseknél, hogy örüljön az edzéseknek. Azért volt ilyen vetülete is, hogy azért nem esett már annyira jól ugye a testemnek az edzés. De ezt lehetett volna tolni, tehát az emberek van egy fájdalom küszöbe, azt azért lehet azért tolni, hogyha nagyon akarja. De én úgy voltam vele, hogy inkább az legyen, hogy valaki ezt mondja, hogy hamar hagytam abba, és még lehetett volna benne, mint az, hogy már mindenki látja rajtam, hogy már nem odavaló vagyok, hogy már kilógok, és már nem megy úgy, ahogy régen. És ezt akartam inkább elkerülni, hogy sokan inkább benne maradnak, és nehezen hozzák meg ezt a döntést. Én, megmondom őszintén, kicsit úgy akartam ezt befejezni, és letenni a sípot, hogy még időbe. És szerintem sikerült is. És a legkedvesebb meccs melyik volt? Hát ezek voltak ugye a BL. Egyetemre? Hát egyet azért nem rád. A hangulat mondjuk egy skót-lengyelen volt a legjobb, amit sose felejtek el, az biztos. Glasgow-ba, igen, a Nemzeti Stadionba. Hát, de hát rengeteg, tehát most tényleg szemezgetni lehetne, mert tényleg annyi meccs, szinte igazából Európában, ami komoly stadion, talán a Chelsea-nél nem vezettem egyedül, tehát hogyha most bármelyik stadiont felhoznánk, biztos, hogy tudnék mondani valamit róla, és rengeteg olyan meccs volt, hogy tényleg beugranának pillanatképek, úgyhogy egyet nem mondanék, de volt sok. Igen, következő kérdés. Mi a véleményed arról, hogy gyakorlatilag az asszisztensek szerepét, mint olyat, valahogy visszavetették a varral, és többször van olyan mérkőzés, amiben ugye a támadást végig engedik, van egy akár egy sérülés, és utána visszafújják a szabit, és ott megsérül, vagy kiállítják esetleg azt a játékost, aki okozta, mert láttam olyat is, hogy a kiállítás megtörtént, és a szabit visszafújták. Hogy történhet az meg, hogyha egyszer már meg kellett volna egyébként állítani az akciót, nem állították meg, tovább ment, lefújják, kiállítják a játékost, és utána visszafújják a szabit. Tehát mint olyat a partjelző nem meri felvállalni a szerepét, vagy nem hagyják, hogy felvállalja, mert nem. Hát ez a varral kapcsolatos, hogy azért nagyon nehéz volt megtalálni azt a alkalmazási rendet, hogy a vart hogy lehet használni. Ugye, amikor mondjuk van egy lesgól, és a VAR megnézi és les, az könnyű azt mondani, hogy ja, akkor les, akkor megyünk kifelé. De hogyha mondjuk a partjelző tévesen behúzza, és végül kiderül később, hogy nem volt les,
akkor már nem tudunk visszamenni. Tehát akkor nem tudunk már azt mondani, hogy jó, akkor itt a labda, akkor megint hozza a jobb szélső, és akkor tessék, lehet játszani. És ezért van ez, hogy a partjelzőnek van egy speciális teendője ezzel a VAR rendszerben, hogy el kell engednie. És utána lehet, hogy fél perccel később fogják csak lefújni, és akkor mennek vissza. Tehát ez a... Benne van a sérülés és a kiállítás. Igen, benne van, de sajnos ennél jobbat nem tudtak kitalálni. Tehát ennél jobbat nem tudtak kitalálni, mint hogyha a partjelző nem biztos benne, akkor engedje tovább. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. A legrosszabb verzió az, hogy mondjuk kilép valaki lesen, a partjelző elengedi. Van egy kiállítást érdemlő esemény mondjuk, és utána azt mondjuk, hogy igen, a kiállítás az él, de onnan megyünk lessel. Tehát ez a legrosszabb, de amit mondtam, valamit valamiért. Tehát az, hogy csökkentsük a nagy hibák számát, ki kellett találni egy ilyen protokollt, ami nem minden esetben könnyen emészthető mondjuk a nézőknek. Mert ugye mit mond a szurkoló? Hát miért nem húzta? Azért, mert most ezzel a varral már nem húzhatja minden esetben. Ezt el kell fogadni, sajnos, ha van var, akkor ilyen lesz a futball. Ha valaki nem szereti a varos futballt, akkor el kell jönni a megyei meccsekre, és ott biztos, hogy úgy lesz, ahogy az ember megszokta az elmúlt. Igen, csak a varral is lehet összemben nézni, ott is férfiak, meg emberek nézik. Ez igaz, ez igaz. Lehet így is nézni, úgy is nézni. Igaz. Nekem is volt egy olyan szituáció, hogy a szabadulás után a magyar meccs volt, nem tudom, hogy melyik meccs volt, mindegyik, hogy tegnap előtt volt. Hogy a térdét eltalált a játékos meg gyakorlatilag, még a speaker is bemondta, hogy ez kiállítás lett volna, és ott nem történt kiállítás, a szabadulásra ment. Tehát a Szabi után volt történt ez. Igen, emlékszem, emlékszem. Hát, amit tudni kell a VAR-ról, hogy nem túlságosan mélyen elemezve, hogy ott is emberek ülnek. Tehát ott is előfordult az, hogy a Péter lenne a VAR, ő azt mondja, hogy nekem ez nem egyértelmű, ha én vagyok a VAR, nekem ez egyértelmű. Tehát vannak értelmezésbeli különbségek, hiszen a futball azért sokszor értelmezés kérdése, hogy én hogy gondolom. Tehát azért nem csak arról van szó, hogy fekete-fehér, ugye a Kecskén is látjuk, hogy nem csak fekete van meg fehér, hanem van barna is. És igazából a futball is ilyen, hogy vannak olyan szituációk, amik mondjuk tarkák, és nem csak feketék vagy fehérek. Van-e még kérdés esetleg? A gyereketek lenne, ő majd író lesz, szerintetek? Hát nem hinném. A másik azért, mert azért ez egy elég embert próbáló szakma, tehát azért ez nem biztos, hogy jó szívvel ajánlanánk. A másik meg az, hogy azért ezt az örökséget valaki a nyakába kapja, akkor szerintem jól nem jön neki belőle, úgyhogy szerintem jól járna, hogyha teljesen mást választana. Úgyhogy nincs ilyen szándék, hogy most minden áron el kell érnie azt, vagy többet is, amit mi, mert azért... Itt volt még egy kérdés. A pályákon vannak ilyen rigmusok, amit magyar pályákon meg szoktunk, hogy mondjuk Kecskét vezesne. Hát biztos vannak, 1000% hogy vannak. Hát nem nagyon, mert az a baj, hogy ugye egy mérkőzésen mi azért a pályára figyelünk. Tehát én azt szoktam sokszor mondani, hogy én nem is látom a stadiont. Ugye azt kell elképzelni, hogy itt is azért olyan, mint a stadionban ülnénk, hogy a fények minket világítanak meg, az egész stadion az igazából az egy sötét háttér. Tehát mi a meccs közben nincs időnk arra, hogy most csodáljuk a stadion, nézzük, hallgassuk a nézőket, mert erre nincsen időnk. Úgyhogy persze azt halljuk, hogyha mondjuk nem adunk meg egy büntetőnyomos esetet, akkor úgy felhördülnek, de hogy mit kiabálnak, meg hogy, az igazából már megy is tovább a meccs, már nincs is időnk azzal foglalkozni. Tehát biztos, hogy van, az emberek mindenhol szurkolnak, mindenhol negatívan állnak a játékvezetőhöz, hogyha nem úgy döntenek a játékvezetők, ahogy szeretnék, de ezen külföldön meg már nem foglalkozunk, mert már addigra már beszéltünk is, hogy kikapcsol az ember, és egyik fülén be, másikon meg ki. A magyar nyelv az ízesebb azért. Hát meg jobban lehet hallani, hiszen azért felejtsük el, hogyha 10 000 néző zajong, ott nehéz meghallani egy-egy beszólást, ott tényleg csak a kórusban jövő szöveget lehet érteni. De megyében sokkal rosszabb. Tehát a megyében sokkal rosszabb, amikor van 50 néző, 100, és van 2-3, és tudja azt az ember, hogy itt szokott, itt mindig áll egy középkorú nő,
aki gusztustalan módon szídja a 15 éves partjelzőt. Tudjuk, hogy van egy ilyen, kicsit most nem akarok csúnya szót használni, de egy ilyen félnótás, a falu bolondja, aki minden meccsen kín van 20 éve, és ő első perc utolsóig kiabál. Tehát mindenhol megvoltak, hát emlékszem, Komárom megyéb is voltak, amikor tudtam, melyik pályán van egy-egy olyan, akire mindig lehetett számítani, hogy a válogatott mocskot szórta a játékvezetőkre. Tehát az sokkal rosszabb, amikor azt lehet hallani, sőt, még arca is van. Tehát amikor kinéz az ember, és tudja, hogy látja az eltorzult arcot, látja azt, hogy ki kiabál, és ugye ez riasztó lehet egy fiatalnak, aki elkezdi, mert most azt mondja, ide jövök én a szabadidőmben, kell ez nekem? Viszont a másik oldala, egy rutinos játékvezető, meg már megyei szinten már lehet, hogy direkt ott, amikor látja ezt az eltorzult arcot, akkor direkt ott előtte kicsit úgy több időt eltölt, és esetleg még az arcába is mosolyog, hogy valamit. Tehát ez a futballnak ez a szépsége is, hogy azért a játékvezetők sem gépek, ahogy őket is rosszul érít egy hiba, de ők is azért, ha úgy alakul, akkor visszavághatnak. Kicsit azért limitáltabb eszköztárra. Jó ízű cukkolás, az belefér, de az ocsmányság az... Én azt mondom, hogy a cukkolása nincs gond, tehát sokszor ugye a trollfacon is lehet olvasni azért egy-két jó poént, amik játékvezetőket érinti. Tehát azt gondolom, hogy nem megy egy komment, egy bekiabálás a jó ízés határán túl, addig szerintem ezt mindenkinek el kell viselnie, hiszen a futballnak a részei vagyunk. Még egy mondatot hadd olvassak fel a jó bírós gyűjtésemből. 1969 zárásként. Egy nagyon rövid mondat, nehéz jó bírónak lenni. Hát igen, jó bírónak nehéz lenni, igen. Sokszor mondják a játékvezetők között, hogy aki már sok időt tölt a pályán, hogy hát öreg bíró lehet belőle, de jó bíró már nem. Igen, tehát a jó játékvezetőnek rengeteg tulajdonsággal kell rendelkezni egy időben. Tehát tudni kell a játékosokat ugye kezelni, hogy szólunk hozzájuk, ugye. Beszéltünk az edzésekről, tehát sokat kell edzeni, az azzal jár, hogy szorgalmasnak kell lenni, hallgatni a tanácsokra, amiket mondanak nekünk, jó erőbe kell lennünk, tudni kell a szabályokat, az se árt, sok meccset kell megnézni, tehát föl tudnék sorolni akár 10-12 olyan tulajdonságot, ami kell hozzá. És ezeknek mind egyszerre egy időbe kell lenni, és ez nagyon nehéz, hiszen amíg fiatal az ember, addig jó erőbe van, nincsenek sérülései, tud sokat edzeni. Amikor már idősebb, akkor rutinosak vagyunk, sokat megéltünk, de már veszítjük el a kondíciónkat. Tehát igazából nagyon nehéz megtalálni azt az optimumot, hogy minden tulajdonsággal egy időben rendelkezünk. Tehát ez valóban igaz, hogy és főleg azért a megyében is látjuk, hogy rengeteg ember foglalkozik játékvezetéssel. Kinek képességéhez képest kell nézni azt, hogy hol működik. És de fontos az, hogy a megyében is kellenek a játékvezetők, hiszen hogyha nem lenne játékvezető a megye 3-ba, akkor hogy játszanák el a meccseket? Tehát alapvetően szerintem valamilyen szinten szükséges az, hogy a játékvezetésre adják sokan a fejüket, még úgy is, hogy esetleg kevesebb tehetségük, vagy kevesebb talentum lenne bennük. Mm. Viktor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Az a baj, hogy a varos korszakban már ilyen extra hosszú hosszabbítások vannak, de már ilyen varos időszámításban is az idő végéhez érkeztünk, pedig szerintem ezt a beszélgetést még sokáig tudnánk folytatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm a figyelmet a közönségnek, és hadd ajánljam figyelmükbe a következő programunkat, a harmadik kiégő bisztró jövő heti beszélgetését. Egy különlegesnek ígérkező este lesz itt jövő hét szerdán, tehát pont egy hét múlva december 1-én. Futballutazások Magyarországon címmel képi, vizuális videó anyagokkal kísérve mutatjuk be azokat az utazás élményeket, amelyek ehhez
a világhoz, a megyei futballhoz köthetők, Mirko István fotóriporter segítségével, aki a hátsó füves sorozat készítése közben, vagy készítése során végbiciklizte velem az országot a legnyugatibb településtől a legkeletibbig, és végig fényképezte az országnak a pályáit, megyei csapatait, egy varázslatos fotógyűjteményt összeállítva. És a másik vendég pedig Orosz Zsolt lesz, aki a nagyon népszerű Futballkutató című blognak és Facebook oldalnak a szerkesztője, és hát elképesztő lelkesedéssel járja az országot, fényképezi az eldugott falusi pályákat, és gyűjti a történeteket. Ő egy, kevesen ismerik így névről, mert általában a Futballkutató Facebook oldal az ismerős inkább, de most ez egy jó alkalom lesz, hogy személyesen is megismerjük őt, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit december 1-én szerdán 17 órától. És utána még két alkalom lesz ebben az évben, a harmadik félidő a Bistro beszélgetés sorozat keretében. December 10-én a hátsófüves képi világáról négy kiváló fotóriporterrel beszélgetünk, Rédei Ferenccel, aki tavaly fotóriporteri életműdíjat kapott, 77 éves nagy fotóriporter, mester, megtisztel bennünket jelenlétével, és három olyan kiváló mai aktív fotóriporterrel, aki részt vett a hátsófüves képek készítésében, Revicki Zsolttal, Móricz Sabján Simonnal és Szabó Miklóssal, aki a Nemzeti Sport fotórovatának a vezetője is. És aztán az éves program sorozatunkat december 16-án csütörtökön zárjuk Tukacs Lászlóval, Túr Istvándi edzővel, játékos edzővel, tanítóval, egy nagyon különleges figurával, lehet azt mondani, talán itt a hátsófüves moziban is meg lehet nézni azt a filmet, amit róla az ő világáról készítettünk. Ez egyébként egy dokumentumfilm sorozatnak a része, ami a Nemzeti Sport Online-on fut, holnap délután jelenik meg a harmadik része, és megjelent egy könyv a Tukacs Lászlónak a történeteiből, egy friss könyv. Most itt egy másik könyvet is hadd reklámozzak, Ha a pályák mesélni tudnának címmel, a Szatmári vidék futballéletéről. Ez az est tulajdonképpen egy könyvbemutató is lesz egyben, december 16-án csütörtökön. Úgyhogy várjuk továbbra is önöket nagy szeretettel, és Ringer István igazgató úr nevében is köszönöm, hogy eljöttek. Viktor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.